Hallo. Na. Halli, Halli. Lélekvenner. Mi a helyzet? Sziasztok, sziasztok! Halló, Bezi! Na, nézitek ti is az MSI-t? Már zajlik az MSI. Most megy, az első meccsek már le is zajlottak. Ma a kínai csapat játszott egy latin-amerikaiból szerintem. Gyors 2-0 lett. Nem mentem még Champs Q-t. Még kicsit biztosítani akarom a matchupjaimat mielőtt beugrok oda. De majd hamarosan eljön az ideje. De egyébként nem annyira aktív, mint amit gondoltam volna róla. Úgy tűnik ez a hype, ez kicsit kihalt ezzel kapcsolatban. Majd szép lassan, talán aktiválódik így az MSI ideje alatt. Nekem mikor lesz meccsem MSI-on? Hát MSI-on nem lesz, de Prime League meccs az május végén lesz, szerintem ilyen május vége, június eleje, valamikor olyasmi. Vayne Riven jó ne? Hogy azokat játszom? Na, nem fogok vaynezni, se rivenezni, se jó nézni. Sionnal menjek egyet? Hát, meglátjuk, meglátjuk. Üröm szívemnek, ha látom, hogy onnan vagy. Ezt örömmel hallom, Zolf is. Fura abból a szempontból, hogy ez óriás lehetőségnek tűnik profi játékosoknak, minden meccs sokkal jobb gyakorlás, mint a solo queue. Jobbnak jobb gyakorlás. Ami problémás szokott lenni szerintem az, hogy rákényszerülsz erre a metára, amikor játszod. Tehát nehéz benne gyakorolni új hősöket, mert valószínűleg, hogyha nem vagy annyira képzett a hősön, akkor ki fogsz kapni az ellenfelettől, másrészt pedig, hogyha egy nem meta hősről van szó, akkor meg húzni fogják a szájukat a csapattársak. Úgyhogy nem tudom. Co-stream dologgal mi a helyzet? Én nem tettem semmilyen lépést afelé, hogy co-streamelhessek. Ez amúgy se lenne releváns számomra, mert ugye gyakorolni fogunk majd hamarosan. Május 8-ától majd csapattal már elkezdünk gyakorolni, úgyhogy nem is lesz időm MSI-t nézni nagyon onnantól. Jelenleg nézem, de most amúgy nem valami nagy meccsek vannak egyenlőre. Most a darálás zajlik. Gyengébb csapatokat kiselejtezik. Kiesnek elég gyorsan, aztán majd amikor jönnek az erősebb csapatok, akkor majd lehet tovább nézni. Moin, moin! Mi ez a Champs Q? Hát egy ilyen, ahol csak profi játékosok vehetnek részt, ez egy Discord szerveren keresztül zajlik, egy versenyszerverem, és csak profi játékosok játszanak rajta. Tehát igazából annyi, hogy nincsenek ilyen OTP-k, vagy csak solo queue játékosok, hanem csak profik, és emiatt magasabb szintű a játék. Ugyanakkor sokkal nagyobbak a várakozási idők, mert kevesen játszák. Illetve eléggé kötött, tehát ha jól láttam, este 8 után nyitják csak meg, és hajnali 1-ig tart. Tehát ebben az időszakban lehet csak játszani. Aztán majd meglátjuk, hogy aktivizálódik egy kicsit többet. Szerintem arra esély. Igazából csak Challenger játékosokat engedtek be. Így az IRL-ekből, tehát a német ligából, franciából,
spanyolból, stb. Csak Challenger játékosokat engedtek be. Ja. Úgyhogy szerintem itt elég fontos mindenkinek, hogy megnyomni a Challengert. Szerintem a csapatomból jelenleg Kaymin meg én vagyunk benne. Oda nem engedték be Baust, mert nem akart vele senki játszani, vagy mi? Hát nem hiszem, hogy beengednék a Baust. Szerintem hamar kiderülne, hogy a stílusa az nem túlságosan. Nem túlságosan jó egy kompetitív szinten. Tehát az ő stílus az solo queue stílus. Ez nem működik kompetitív szinten. Ráadásul kibannolják a Sion-ját, akkor vége. Látja valaki, hogy Baus ellen van, kibannolja a Sion-t, akkor teljesen vége a másik csapatnak, azt szerintem mindenki dodzsolni akarna. Én szeretek Bausszal vagy ellen játszani, nem szeretem egyiket se. Hogyha vele vagyok, akkor valószínűleg elviszi a lénemet. És én autofill leszek. Hogyha pedig ellen, akkor pedig ugye nem jó gyakorlás, mert a stílusa az elég egyedi, senki más nem játszik így Sion-t. AP Irelia-ja nagyot megy. Azt még nem láttam szerencsére. Szerintem nincs-e meglepetés csapat az MSI-ban? Hát még nézni kell, figyelni kell. Én most azt mondtam, hogy Gigabyte Marine nyerni fog a Golden Guardians ellen. Meglátjuk, hogy igazam lesz. Igazából ezt csak úgy vakon betippeltem. Eilorf, köszönöm szépen a feliratkozást. 23. hónap. Halihó. Köszi szépen. GP-t nem akarsz játszani a chatnek? Vagy nem érzed erősnek? Nem érzem erősnek a GP-t. Elég specifikus pikké volt a GP. Ugye nerfek után. Most lehet látni a barreljeit is. Vannak matchupokkal játszható, de alapból nem a legerősebb. Maradok a jó kis Karthus-bannál. Mit gondol a Kha'Zix-ről ebben a patchben? Szerintem elég jó a Kha'Zix. Erős jungler jelenleg, legalábbis solo queue-ban elég sokat látok. Meglátjuk, hogy kompetitív szinten is majd előbukkan néha. Duffler 1, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek. Na, üdvözlet neked is, Dompubu, akkor. A 13.10-es item update-ekről ne is kérdezzetek. Az a patch engem kikészít. The request has been cancelled. Okay. Tehát ez a patch, tehát ilyet behozni a szezon közepén, hogy az egész játékot megváltoztatja, ez nagyon durva. My blade is at your service. Szerintem ez nagyon durva. Petike, 631, köszönöm szépen a feliratkozást. Üdvözlet neked is. Így az item buffokkal játszható már versenyszinten is a poppit. Ja, kellettek neki ezek az item buffok, hogy erős legyen. Eddig játszatlan volt a poppi, most már játszható. Hozok is egyet. Lekántereljük a szeremi kompját. Hogyha jump midlanert hoznak. Ez egy elég jó kompozíció egyébként Jarvan poppival egybe rakni. Mert mikor valaki Jarvan pikkel, akkor mindig az ellenfél próbál ilyen mobilis hősökre rámenni. Aztán a Poppy ugye megakadályozza ezt a mobilitást. Ja, team comp alapján most nagyon verjük őket. Jinx az el tud szabadulni teamfightokba. Vladimir nagyon erős tud lenni szintén. Hogyha az Irelia nem szedi szét teljes mértékben a lane-en. Ez valószínűleg Irelia mid lesz. Meglepődnék, a top lenne. Ja, nem lesz top. És nem is hoznak AP hős topra, mert ugye van Diana-juk. Kennen Diana? Ez kicsit... Nyilván személy szerint rosszabb lenne nekem a Kennen matchup, mint a Gnar matchup, de... A Gnar matchup se olyan, hogy húha, most akkor easy matchup lenne, vagy valami hasonló. Hozunk conditioninget. És... Overgrowth vagy Unflinching. Tabira fogok rámenni, de hozok Unflinchinget. Mana Flow-ben Transcendence megtartom. Szerintem elég erős poppim mindkettő.
Ez egy jó rúnáknak tűnnek. Hello, Chromec. Te gyors volt a töltőképernyő. Oké. Elite 500. Erősebb csapatunk van játékosok alapján. Ezt szerintem simán lehet hozni. Mint említettem, az egyetlen probléma az az lehet, hogyha az Irelia megszalad, vagy a Diana talán. De szerintem Diana az nem fog sokat genkelni, az AFK farmolni fog valószínűleg a játék nagy részében. Voltál kórába szóló kiúzni mostanában? Talán legutóbb talán 4-5 éve volt. Ja, nem voltam. Valóban 4-5 éve volt. Még a Unicorns of Love-val. Beface checkeljük Gnart. Szerintem ebből a trade-ből jól fog kijönni. Na, meg is van az első mana flow. Igazából itt nem nagyon tud rám sétálni. Érdekes. Ez nagyon rossz trading volt tőle. Igazából most be fog sétálni mögé, mert ha felsétál a Minion Wave-re, akkor elég jól le lehet zónázni. Meg is teszi. Hojjajajajaj, mi lesz ebből? Srácok, mit csinál ez a Gnar? Oké. Igazából egy Vardot el kellett használnia az Unbase-es szerintem. Most nincs Vardja. Hát elég rizikós volt, hogy megszerezze ezt a pusht. Na mindegy, megszerezte. Belement a rizikóba. És jól jött ki belőle. Jarvanunk nem akart legenkelni, pedig elég nagy free kill lett volna, ugye a vargyát is elhasználtam. Na mindegy, akkor ez egy ilyen egyenlő laning fázis lesz, ugye már nem tudom büntetni innentől. Túl jó a sustain-ja a Gnarnak. Nem hiszem, hogy rikolni kéne. Tudok maradni a Minion Wave-ig. Úgyhogy van egy potim, ami éppen aktív. Oké. Szerintem ebből cipő plusz Low Farmer plusz refillable lesz. Kis mana problémák előfordulhatnak a játék korai szakaszában. Főleg így, hogy mana flow benddel játszok. Ez nem ad sok manát eleinte. Ez inkább a late game biztosítás, hogy ne legyenek mana problémák.
Azt ki lehet most dive-olni majd. Ó, szép. Én nem nagyon bízok a charvanomba egyébként. Az, hogy eddig nem jött genkelni egyszer se. Ez igazából mutatja, hogy nincs nagy top lane affinitása. Most is bot lane-en van. Vitalom neki. Van még TPS sajnos, úgyhogy ez nem egy jó lane. Nem egy jó lane számomra. Azt hittem el tudom vinni. Kár érte. Ja, vissza TP-zett. Igazából most nem kell csinálnom semmit ezen a meccsen. Csapat óriási előnyt alakított ki. 0-2. Nekem is majdnem meglett az előnyöm, de hát ez van. Nem jött össze. Mindentől már szerintem a Gnar outscale-elt engem egy V1-ben. Tehát egy olyan matchup, ami lehet büntetni early-ben, de a Gnar az nehezen büntethető utána. Talán, hogyha lenne sínem, de még nem is értem el a sínt se. Jarvanra meg úgyse lehet számítani. Vigyázzat srácok, ne halljunk bele a Gnarba. Oké, itt van toppon ismét. Rampage. Szépen megvárjuk a TP-t szerintem majd a következő bázis előtt. Biztos vagyok benne, hogy van vardja. Ja, van vardja. Counter gankel a Diana. Na, ez nem lesz jó egyébként, a Diana valószínűleg jóval erősebb a Jarvannal. Na, de engem nem hiszem, hogy meg tudnának ölni. Nagyon
Elég rossz időzítés volt a harc. Mert ugye hatalmas wave volt a tornyom alatt, és rengeteget vesztettem. Mindegy, Gnar meghalt, annyira nem rossz végül is. Csak gyorsan be kell pusholnom a következő wave-et. Zaya ulti. Ha elkezdjük a heráldot, akkor visszatépézek. Fenn kell tartani a nyomást, toppon. Hasonló itemeink vannak. Ugye Frostfire-re fogok rámenni. Kis dodzsolgatás. Dodzs. Van. Hát jó, ezt a Gnar nem out... ez a Gnar nem outscale-et, mert rosszul játszom a matchupot, de alapvetően itt már nem kéne, hogy labdába rúgjak nagyon. Mehet a recall. Clean. Sion topról mit gondolok? Broken. Sion top az nagyon unskilled hős. Nehéz büntetni, nincsen rossz matchupja igazából. De még egy mana flow stack hiányzik egyébként. Brawler mana mjön game. Ez annyira nem tűnik jónak. Ja. Mindenki meg is hal. Jól van. Irelia feed elődik, srácok. Just Irelia things, szokták mondani. Kár, hogy elmiszeltem a utolsó Q betűmet. Na, most kicsit rizikós a wave-et bepusolni, mert nem tudtam közben a minimapot figyelni. Na. Na, túlélem. Lol. Ezt nem gondoltam volna, hogy ezt túlélem. Már elkönyveltem a halálomat. De itt torony alatt nem fogok maradni. Blade of the Ruined King és Irelia. Ez kitájvol 2 másodperc alatt. Van dupla vén vagy nincs, ez tök mindegy. Dupla buffos Blade of the Ruined King és... érdekesen alakul ez a meccs. Óriási előnyünk volt, most az egész előny elment, nekem úgy tűnik. Érdekes, érdekes. Mégiscsak Poppy Carry-re lesz itt szükség. Mert az én hősöm az, ami teljesen counter-eli az ellenfél kompját. Most nem fogok időt pazarolni azzal, hogy ezt a wardot kiszedjem. Oh,
ment a nagyvilágba. Oké, okay. Bye bye. Ezt hívják menekülésnek. A Poppy menekülés. Mesterfoka. Na jól van, elég rizikósan játszuk egyébként, tehát ez a genk is. Mondjuk az a jó ezekben, hogyha egy ilyen genket túlélsz, akkor az óriási nyomást csak az ellenfélre a pályán, mert ugye az, hogy a Diana ennyi időt eltöltött toppon, elhasználta az ultiát, stb. Ez azt jelenti, hogy az egész bot kontroll a miénk emiatt. Ha ilyen genkeket túlélsz, elég jó tud lenni. Annyira nem vagyok hozzászokva, hogy 15. percnél top lane genkel valaki. Elég érdekes időzítés volt. Hát az irány, ez nagyon aprítja Vladimirunkat. Na, elérkeztünk a problémás fázisba. Herald 30 másodperc, ez jó lehet nekünk. Oké. Meg tudunk fogni téged? Oké, van neki. Jarvannak elég sok aranya van, a Karent elvesztettük. Diana Heraldon lehet. Lehet, hogy ráugrott egyébként, ezt nem látnánk. Annyira nem jó a ward coverage. Már valószínűleg rajtom. Runavel, köszönöm szépen a feliratkozást. Okay, ezt feladjuk. Itt semmilyen Poppy ulti nem mentené meg a helyzetet egyébként. Na, lehet rá TP-zik arra az Irelia-ra. Na, rá TP-zik az egész Minion wave eltűnt két másodperc alatt. Feladni a top tornyot, hogy rátépőzzek, nem éri meg. Sajnálom, nem segítek neki. A top torony így is úgy is leesik. Ezt most hagyom leesni szerintem. Mit torony is veszély van? Nagyon el... Nagyon kicsúszott a kontroll a kezünk alól. Mert az Irelia szétszed mindenkit. Ám, ezt egyébként én megjósoltam, hogy az egyetlen probléma, ami lehet, az, hogyha az Irelia megszabadul. És mivel minden Irelia, amit láttuk solo queue-ba, az megszabadul. Ezért, hát ja, ez van. Komppal kell counterölni. Nem lesz ez problémás, jó a kompozíciónk ellenük. Rá is rakok lehet egy... Anathemat. Anathema's Chain az jó lett rajta. Sárkány az nekem is tetszik. Bannoljam ki az Irelia-t? Hát... Bocsit, a Karthuszt kell perba bannolnom. Nincsen Irelia-ra ban lehetőségem. Topra vissza kell mennem, nem vagyunk pozícióban. Én itt maximum TP-vel fogok beavatkozni. Cash még a bázisban van. Ez nagyon rossz időzítés kontesztelni. Ugyanakkor. Most elkezdték, oké. Ward vala. De lassúak vagyunk. Be lehet menni. Mélyre a jungle-be.
ezt nem csorcsolom ki, fölösleges. Ezt szedjük egyébként. De kár érte. Fresh nem találta be a hookot. Miket élünk túl? Miket élünk túl? A túlélő. Túlélés mestere. Jól van. Ez szerintem óriási poppikervé alakult most. Tényleg, a hősöm az annyira broken az ellenfél kompozíciója ellen. Ugye négy hős van, aki ugrásra épülő kittel rendelkezik. Hát szerintem elviszik nélkülem is. Kicsit itt maradok adok. De az ellenfél elég messze van, úgyhogy megyek farmolni. Még nagyon durva, hogy eddig nem haltam meg. De ez ennyi szituációban ilyen 60 HP-val eljönni. Oké. Oké. Mázli. Van benne egy jó adag szerencse is. De szerintem a kivitelezés is elég jó volt. Az összes esetben. El tudom-e vinni ezt a tornyot? Elviszem. Nincs TP-m, úgyhogy jövök a következő midlane-re. És utána bot control. Oké, mindegy, solo queue. Gruppoljunk öten miden, aztán lesz valami belőle, srácok. Ez solo queue. Ez már csak ilyen. Nem lehet itt makrózni. Alapban én azt mondanám, hogy menjenek le négyen botra. Lehet így. Fedi Rélját ezt elküldjük. Ja. Oké, ki lehet backkelni. Rávágom az anatemát az Irelia-ra. Akkor jött Sunfire következő. Azon gondolkodtam egyébként, hogy ultizom el rögtön az Irelia-t. Aztán kicsit vártam, lássam, hogy mi történik. Amikor láttam, hogy ez az Irelia, ez leegyvényegyezik minket, akkor úgy voltam vele. Na jól van, srácok, ezt el kell ultizni, de azonnal. Mert ez nagyon veszélyes. Hoppá. Na, jó lehet. Jön a TP. Fussuk le. Tudok minionra ugrani. Az is meg lesz. Gyere. Nem lett meg, de kijött a flash-je. Gyors recall. Hogy fogom az egeret fingertip grip? Az fogalmam sincs, hogy mit jelent. Normálisan fogom. Így. Azt nem tudom, mit jelent fingertip grip. Ah!
Árt. Az is meg lesz. Hol van? Ez a pop, ez megállíthatatlan. Nekem is van flash-em egyébként. Ezt megfogjuk elég gyorsan, én is ráflash-elek. Vagy lelassítom. Készen állok. Van cleanse-je? Nincs cleanse-je. Csak is csak a tornyokat. Nem csinálsz semmit. Oké. Na ez jó kis kezdőmeccs volt szerintem. Jó kis kezdőmeccs volt. Szép napot, halihó nektek is. Venustus. Adok egyet X-Matinak. De a X-Mati jól tolta, elég stabil volt. Elég stabil meccse volt. Perfect KDA. Ja, az is ritkán történik meg nálam. Perfect KDA. Mit csinál az item? Az anatema? Igazából, hogyha az ellenfélnek van egy nagyon fett hőse, akkor arra mindig érdemes rárakni. Ugye kapsz tőle 20%-os damage reduction-t, hogyha téged támad. Illetve jobban is lehet CC-zni. Lehet, hogy 30%-os a damage reduction, mindjárt megnézem. Ah, mégse. Szerintem 20%, de nem vagyok benne biztos. 30% az elég brutálnak hangzik. 20% is elég brutál egyébként. Hatalmas különbség van anatema és nem anatema között. Anatema, chains. Te 30%, pa, te brutális. Jól van, 30%-ra felmegy és 20%-ra egy Ustenacity-e van, tehát könnyebb CC-zni. Az elég fontos. Például egy Irieri ellen játszol, rádobsz egy anatemát, akkor ugye könnyebb le CC-zni. Mert alapból lesz neki Mercury Threads-je, lesz neki Tenacity-s rúnája. Tehát érdemes ilyenkor rádobni egy ilyen extra dolgot, amivel könnyebb le CC-zni. Mi lesz ebből? Ez a team comp már nem tűnik annyira erősnek most rögtön. Látom, hogy érkezik a Zyarakan. Zyarakant mindenki abuse-olja. Minden meccsen Zyarakan. Ez elképesztő. Minden meccsen Zyarakan, oké. Okay. Mi lett az előző game? Win. Hát ez nehéz volt elveszteni az előző game-et. Tehát én mondtam, hogy mennyire erős team compunk van. Ha? Oké, okay. Last pick-elem topot. Oké, Rakant beloptuk. Junglerem az már kezdi a negativitást. Jay stop lane. Még egy gnár, oké. Okay. Potenciálisan jó Kennen meccs lehet. Hmm.
Ja, talán megmenti a team kompot egyébként a kenden ezek most. Hozunk érit. Nimbus Cloak, Transcendence, Scorch. Elmegyek Treasure Hunter, megpróbálom kicsit snowballolni a meccset. Nem értem, honnan vette a junglerünk, hogy a midlanerem az egy jungle main, aki first time katarinázik. Menjek egy Sion-t? Mehettem volna Sion-t, de úgy érzem ez a meccsen jobb, hogyha egy carry hős van a kezemben. Annyira nem bízok a csapatomban. Ja, ez a Dantes, ez valami NA jungler, nem? Valami NA streamer. Előző meccsen is ott volt. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Én nem ismerem, de... mint hallottam volna valami ilyesmit, hogy NA streamer. Atya úristen, ez miket írogat? Mid you are insta muted in for attention if you want, don't bother typing. Micsoda? Ez honnan jött neki? Kicsit instabil? Hát eléggé instabilnak tűnik, igen. Ő kezdte el a flame-elgetést egyébként Champion Select-be. Frame-elgetés negativitás. Jó, ez egy olyan meccs, ahol mutolok egyébként mindenkit. Ez egy toxic meccs lesz, tehát valaki már behozta toxikusságot a junglerem. Tehát ilyenkor ezek a meccsek elég gyorsan. Toxikusságba mennek át. Unmuted és megint mutolt, oké. Okay. Ez egy elég toxic meccs lesz, na mindegy. Lesz, ami lesz. Próbálom megtalálni a belvet kezdési pozícióját. Varusom is elflesselt. Oké. Okay. Meg Ghost. Mi van? Varusom elhasználta mindkét számját. Na jól van, srácok. Ez egy gyalázatos meccs lesz. Level 2 genkel a Diego. Én nem tudom, mi folyik ezen a meccsen. Ó, édes. Isten. Messzebb. Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mi folyik ezen a meccsen? Mi történik? Mi ez a meccs? Te atya úristen, de low level. Te atya úristen, de low level, mi ez? Ez kiégett rögtön. Mi ez a level 2 gank topra? Mi az, hogy az AD carry-m használja a summoner-jait? Mi az, hogy mindenkinek mutolni kell magát, hogy ne... tudj részt vessél ezen a meccsen, mi ez? Ez katasztrófa, ami itt zajlik. Szólók hívnak a legalja. Őszintén szólva. Nem tudom már, mi történik itt. Jól van. Betámoljuk a top lane flash-t. Ez most Iron gameplay. Hát, én is gondolkodok rajta, hogy ez mi akar lenni egyébként. Na, a Katarina már mutolta magát, tud pingelni. 10 farmja van a 22 ellen. Hát, az nem túl jó. Nem valami. Az jó lesz. Ezeket megfogjuk. Ah,
Ah, de kár, hogy nem kaptam semmit. Ugye Treasure Hunterrel játszok. És kicsit hátrányba kerültem ezzel a rommal. De maga a róm az jó volt, az biztos. Csak kár, hogy nem kaptam semmit. Ja, nem tudom már követni, nincsen semmi. Mit szeretne? Az jó lehet egyébként. Nem jöttünk ki a legjobban ebből, na mindegy. Belvetnek még volt flash-je. Kicsit greedy volt a dive. Szerintem várnom kellett volna még. Megtalálni a belvetet, nem betankolni a tornyot. Ide be kellett volna sétálnunk a bokorba. Átvenni a kontrollt a bokornál, és ha megtaláljuk a belvetet, akkor ráflash-elni és megölni. De nem volt jó a szinergiánk szerintem alapból. Meg kicsit elhamarkodtam a dolgot. Most be fogom itt tankolni. Ugye meg lesz a level 6 hamarosan. Valószínűleg elment a potiért. Ez folyamatosan genkel. Megállás nélkül genkel. Belvet ott volt botom. A ward. A ward ereje. Ezeket a lane wardokat én mindig szeretem lerakni. Mert pont ilyen szituációk előfordulhatnak könnyedén. Nem biztos, hogy nem TP-zek be. Saját előnyömért fogok játszani ezen a meccsen. Meleget áldoztam a csapatért azzal, hogy mozogtam ugye korábban is minionokat vesztettem. Na, egy plating belefér. Van TP-m amúgy is. Oké, okay, Herald spawnol. Lehet vissza TP-zek topra. Ja, vissza TP-zünk. Nincs ultim viszont. Jónak tűnik a helyzet. Na, szép. Jönnek a stackek. Nem figyeltem, hogy a nár az meg a nára. Valószínűleg az egyébként. Ja, meg a nár. Most. Mellé ment.
Elkiseti a vardamat. Megnál lesz hamarosan, oké. Okay. És vigyázni kell. Nincsen vision coverage-en. Nincs vision. Szerintem respektelni fogom most. Ki az, aki jön? Velvet. Piu, bye bye. Húzásba vittem. Rágrédertem a Treasure Hunter Strike-kel. Szerintem jó volt, amíg nem volt jó. Mondjuk úgy. Elég jó volt, de amikor Flash Q-mat elmisszeltem, az volt a nagy hiba igazából. Maga a kivitelezés szerintem elég jó volt odáig. Az meg lesz. Paresz Raid, köszönöm szépen, halihó! Üdvözlet srácok, Presence of Mind-dal megnyertem volna. De ja, lehet, hogy megnyertem volna. Mármint úgy gondolt, hogy Conqueror-re mentem volna rá. Alapból. Jaj, ne, kétszer megtörtént a dolog, hogy a Wardom miatt meghalt, szegény. Ez már kicsit sajnálatos. Jobban oda kéne figyelni, Kerberosnak. A Wardokra. Nem, megint itt van a belvet. Mi akar lenni. Ez a belvet, ez nagyon erőlteti ezeket a genket, de... Ez valahogy nem akar nagyon bejönni neki. A Kennen nem... Nem broken egyáltalán, nem broken egyáltalán, nem broken. Hoppá. Most eltalált. Egyszer. Nem mint a sokat számítana, a hősöm azt tud 200 méterről farmolni. Egy fake recall. Fake recall jó lesz. Elég sok magic resistje van, nem hiszem, hogy meg tudom ölni. De megvárom, amíg rámegy majd a toronyra. Ah, nem broken a cannon, nem broken.
Unbroken egyáltalán. Még Magic Resist itemje is van szerencsétlennek is, így is le van satolott. Jól van. Unbroken a hős egyáltalán. Unbroken. Ha valaki nézi most a kompetitív meccseket, akkor Kennen a sperma bannon van egyébként minden meccse. Nagyon erős jelenleg. Hát szerintem nem is kell rámennem Void Staffra, mert annyira erős vagyok jelenleg, hogy építsünk tovább AP-t, az jobb lesz. Nem a Kennen Broken Fodder, te vagy az? Hát, nem tudom. Mai napon lehetséges, de az ellenfelek se valami acélosak, meg kell hagyni. Alapból jobban szoktak játszani, de ez most... Nem tudom, a meccsnek már meg volt adva a hangulata már Champion Select-től, tehát ez egy olyan meccs volt, ami... Tudtuk, hogy alacsony szintű lesz. Ezt tudtuk, hogy alacsony szintű lesz. Tehát ez már megint mi? Ez a belvet, ez futja. Ez lefutja a meccset. Jól van, jó kis 15 perces Stomperino. Hát free elo az free elo. Miért is ne? Adok egyet a Varusnak. Elhasználta a summonerjeit, és ennek ellenére is acélosan, keményen küzdött, és hozta a lényét. My blade is at your service. Orbinyó, köszönöm szépen a feliratkozást. Üdvözöllek. Sokat esett a Challenger szintje az elmúlt időkben? Hát, sokat esett, az biztos. Ki adott be? Nem tudom. Valaki még korábban. Ez melyik lobby border? Á, jól néz ki, az biztos. Na, ez Challenger bordernek tűnik. Ja. Á, jól illik egyébként a Penguinhez, ez biztos. Megvan az összhang. Játsszak Mojito Rulfiannel, kis alacsony elo van szerintem. Master elo az nem elég, hogy összedobjon minket. Te is tandom egy lobbyba kerül, akkor kiviszi a poppit. Hát, jó kérdés. Kőpapirolló. Kövire mehet is a Fiora. Nem hiszem, hogy Fiora az azon hősök közé tartozna, amik amiért én nagyon oda vagyok jelenleg. Do you still remember when you played AOT? Yes, I do. It was fun times. Bocsia, már kérdezték, de mit gondolsz arról, hogy Reckless support lesz, lenne helye szerinted LEC szinten? Ezt nem lehet megmondani, hogy lenne helye. Én sokszor láttam már supportolni solo queue-ba. Voltak neki ilyen fázisai a Recklessnek, hogy úgy gondolt, hogy az AD carry roll az túl gyenge, aztán csak supportként queue-upolt folyamatosan. Tehát ő, neki ez nem idegen ez a roll, hogy support. De általában ilyen ranged hősökkel játszott mindig, hogy Janna meg... De Janna. Igazából Janna OTP volt supportként. Tehát nem tudom, hogy mennyire állja majd meg a helyét más hősökkel. Sennával biztos, hogy erős lesz. Jannával erős lesz. Többi az meg ugye kérdéses, de szerintem a range supportokkal erős lesz. Midi supportok az valahogy egyáltalán nem látom a Recklessnek, hogy összejönne. Midi support játék. Nem az ő stílusa bemenni. Midi supportokhoz kell egy kis őrület. Már megint megkaptam ezt a Dantes nevezetűt. Folyamatosan Hecarimot játszik. Nikot próbáltad? Már nem próbáltam. Nekem úgy tűnt egyébként, a Niko változtatások azok nerfnek tűntek. Nem láttam egy Nikót sem, amióta változtatták. De az, hogy a pajzsot kiszedték az ultiából, az óriási nerfnek hangzik nekem. Már nem azért. De hogy nincsen pajzs az ultián, szerintem Shen az elég jónak tűnik ezen a meccsen. Kombinálni a Hecarimmal.
Kassanta erről vélemény? Nagyon stabil. Az egyik legerősebb toppos jelenleg a Kassanta. Nincs counterpickre, úgyhogy bármikor lehet pickelni. Na tessék, beszéltünk Nikóról, meg is érkezett az első. Ez lehet, hogy jungle Nikó lesz, ugye? Buffolták a jungle clearjét. Szerintem a kompunk az nagyon erős lesz így, hogyha Shen-t be tudok hozni ez a kombinációhoz. Puff, ez brutális, hogyha most Shen-t el tudom pickelni, már pedig el fogom tudni, mert az ellenfélem fogja elhozni. De legalább a matchupom olyan lesz, ami játszható, akkor szerintem ez brutál megnyerik ezt a meccset. Shen-nel úgy érzed, hogyha hiába nyered a lane-t, hogyha a csapat lane-teli, akkor bukta. Valóban. Shen az eléggé érdekes hős abból a szempontból, hogy előnybe is kerülsz, akkor is sokszor nehéz megjátszani. Belokkolom, mert nagyon erős a kompozíciónkba. Sokszor jártam már én is úgy Shen-nel, hogy előnybe kerültem, aztán valami buta all-in csinál az egyik csapattárs, úgy gondolva, hogy majd leultizod, de neked az rossz leultizni. De így is leultizod, aztán vesztesz egy 30 miniont, meg egy full tornyot, és onnantól az ellenfél topposa teljesen elfidelődik. Ilyeneket én is láttam már, sőt ez elég gyakori. Geren ellen vagyok, oké. Gyere, Geren, gyere. Na, mit hozzunk? Inspiration, Precision, Sorcery. És a cooldown reduction transcendence-ből elég jónak hangzik. És akkor mellé tudok egy nullifying orbot is hozni. Waterwalking. Hopp. Hozok egy waterwalkingot. Megnézzük, mennyire hasznos. Nem nagyon szoktam ezzel a runával játszani, de mivel Shen-nel nagyon kaotikus meccsre számítok. Ez egy olyan meccs lesz valószínűleg, ahol totál káosz lesz. Elég sokat fogok a folyóban kikötni, úgy gondolom. Extra movement speed az mindenképp jól fog jönni. Hail of Blades Nikó. Tehát ez egy AD Nikó lesz. Welcome to Summoner's Rift. Na most megkaptam a... Dantesnek példaképe, hogy nagyon bejössz neki. Ezt mondta a streamén. Oké. Szerintem adok neki list, mert nem nagyon akarok küszködni ezen a lane-en túl sokat amúgy se. De ez egy olyan lane, ahol szerintem a Geren erősebb, mint én. Talán nem az korai fázisban, de később jóval erősebb lesz. És... fölösleges lenne sokat trade-elni. Úgyse fogok segítséget kapni. És ennek ez nagy erőssége egyébként, a dupla kul is. Q betűd az elég erős monsterek ellen. Ennél jobb list nincsen a játékban, mint a Shen list. De eléggé felgyorsítom ezzel most a tempóját a jungleremnek. És az összes minion-t is megkaptam, tökéletes. Early trade-eket szerintem tudom nyerni egyébként. Ugye van passzív pajzsom plusz Q betű is. Túl sokat nem akarok viszont trade-elni. Hát túl agresszívan. Q betűvel tudok trade-elni, az jó. Elég slow stack, amit itt csinálok toppon.
Keren nem nagyon akar velem harcolni szintén. Ah, engem keletetlen vagyok. Oké, okay, meglettük a Nikót. Ah, elég gyors clearja van neki egyébként. Nagyon felbuffolták. Ezt nem szedem ki, szerintem a junglerem akar majd jönni. Krabbre toppom. Ja. Nico ott túlálkodik. A phase rush-sel játszik, jól van. Ezt leblokkolattam volna, kicsit bealudtam. Most Kenk is veszélyes lehet egyébként. Nincs ott probléma. Okay. Nyugodtan viheti az összes farmot egyébként. Sennel neked nincsen olyan nagy igényed. Tudom a TP-t tartalékolni, akkor tartalékolom. Urgot jobb listát Shen-nél. Á, biztos, hogy nem. Shen listnél nincsen jobb. Na, mindjárt lesz ultim egyébként. Nagyon jó lenne, hogyha le tudnánk ultizni botra. Adni egy double killt a botlane-emnek és utána visszatépézni. Ez vége lenne a meccsnek. Megvannak azok nélkülem is, lol. Zaya Rakan. Erre más nem kell mondani, csak annyit, hogy Zaya Rakan, srácok. Zaya Rakan az iszonyatosan broken. Nincsen counterplay ellene. Bármikor tud passzívan játszani, bármikor tud agresszívan játszani. Zaya Rakannak egyszerűen nincsen counterplay-e, és minden meccset nyernek. Nem láttam még olyan meccset, ahol Zaya Rakan nyerte volna a laning fázist. Most viszont könnyen all-in-elhet majd a Garen egyébként. Kezd kicsit kevés lenni a HP-n és nincsen flash sem se. Ja, most nagyon próbál alacsony HP-re levinni. Ennek örömére gyorsan el is viszem itt a plantet. Köszönöm szépen a feliratkozást, Lantern in the Dark 6. Üdvözlet. Most nagyon szemfülesnek kell lenni, mi történik a pályán. Zayamnak van ultia. Nem hiszem, hogy ott probléma lenne. Ha le is gankelik őket, akkor elég időt tudnak vásárolni. Hello? Tudok mozdulni? Nem tudok. Oké. Okay. Na most megláttuk az új Nikónak az erejét. Minionnak álcázva megérkezett topra. Brutális.
Ez meglepő volt. Azok nem tudnak kontesztálni minket. Gerennek nincsen ultja, nagyon gyengék. Talia az pedig nem egy early game hős. Botlane is aprit, oké. Okay. Egy az egyér. Oké, okay, erre figyelni kell, hogyha a Garen stackkel egy wave-et. Ja, Nico megbújik ott, mint minion. 6 minion van, oké. Okay. Tehát ezt látnám, hogy egy extra minion ott van vajon? Azt nem tudom. De most mindig számolni kell majd a minionokat. Oké, okay, 6 minion van itt. Akkor itt nincsen Nico. Szerintem így működhet a dolog. Miden 6 minion? Figyelni kell. Vagy helyettesít egy miniont? Nem hiszem, hogy helyettesíteni az furcsa lenne. Mi van akkor, hogyha lászítelni akarsz? Ja. Jó kis balanszt trade-ek vannak itt. Ötvene az ultim. Nico ott van. Vigyázni kell, megint kevés a hátem. Jóval erősebb nálam jelenleg a kerem. Nincs semmi armorom, az a probléma. Valószínűleg vissza kell most TP-znem. Bármennyire is kellemetlen a dolog, nem akarom, hogy kidive-oljon. Ilyen könnyen be tudja tankolni a tornyát, oké. Ezt nem gondoltam volna. Nem kell oda utiznom. Ah, nagyon örülnék neki, ha tudnék utizni, de... Sok miniont vesztettem. Most elég nagy a hátrányom, toppom. Volt vargya. Unlucky. Na, tovább kellett volna sétálnom ezek szerint. Jól van. És kijött a TP-m is. Kellemetlen. Én most gyenge leszek ezen a meccsen. Most elég nagy hátrányba kerültem ezzel. Ah, nem volt jó az ultim, lehet hagyni kellett volna őket meghalni. Valószínűleg hagyni kellett volna. Nagyon overextendeltek. Ugye a Hecarimat elkecselték. Nico top.
Nagy a hátrány, a Geren az nagyon erős lesz. Oké, ez a Nico, ez elég brokennek tűnik jungle-ba. Lanerként szerintem gyenge lesz, mert ezt nem tudod kihasználni, ezt a passzívot így. Junglerként nagyon erősek a genkjei. Ez brutális, hogy nem lehet látni, hogy hol van. Na, Zaya is meg fog halni. Majdnem. Oké. Ez a meccs, ez keményebb lesz, mint amilyennek lennie kéne. De elég nagy előnyünk volt korán, amit kialakítottunk. Ezt lehetett volna püfölni beléjük egy kicsit jobban. Szóval nekem nincs itt. Há, hogy szedte ki a vardamat ilyen könnyedén? Fontosan menekülünk. Hecarim folyamatosan kiultizik, ez nem jó. Ebben a szituációban is egyébként leultiztam volna. Csak amikor kiultizott, akkor onnantól nem volt jó. Nem volt üzem le, ez csak meghalt. Ez viszont jó lehet. Ijedős Kai'Sa ellen játszunk. Pedig nincs mitől tartania, szerintem engem simán le egy V1-ezne. Elég gyenge vagyok jelenleg. Megszerezzük a Sunfire-t. Merre menjek. Jövök az Akalival együtt. Talia az felszkélet. Szerintem tényleg nem kellett volna ráutizni, mindegy. Mármint neki, Hecarimnak. Pushom tovább botot. Az jónak tűnik. Ja, ott volt a Nico is. Ja, mégse jó. Az Nico, ez nagyon trükkös most. Nagyon trükkös a Nico. És folyamatosan hősnek álcázza magát, aztán minionnak, stb. Ja. Trükkös lett nagyon a hős. Nekem viszont Magic Resistre szükségem van. Rögtön. Sárkányt kéne majd kontesztelni. És egy catchet csinálni az ultimban. Uha, ez meghalt. Ja, meghalt. Ne használjunk túl sokat rájuk. Akarinak nincs ultia, fölösleges küzdködni. Tudjuk kontesztelni a sárkányt, nem vagyok benne biztos. Elindulok. Hát találok egy flanket. Thank you.
Megfigyelés alatt tartom a Scuttlecrab-et. Az nem lesz jó. Szerintem ide nem tudunk bemenni. Kapolt a sárkány. Kaptam egy rútot, miközben ugrottam. Kár érte. Hú, de lesöpörtek minket. Ennyire outscale-eltek minket a kompozíciójukkal. Érdekes. Nem gondoltam volna. Ezek szerint a tália teljesen lecounter-release akalit. Az én hősöm most elég gyenge. Underfed vagyok nagyon sajnos. Ez korai ulti, ez nem volt jó oda. Illetve az, hogy belehaltam egy Nico gangbe. Mondjuk ezt betudhatjuk Nico dolognak. Nem tudtam, hogy ilyesmi létezik még. Ja, a Garen az megállíthatatlan innentől. 5-0-ás Garen. 3 level előnye van. Oké, okay. Good luck. Milyen metában élünk, amikor a Garenek azok viable-ok? A Garen tudsz pikkelni egy ennyire unskilled hőst. Ja, nem tudunk harcolni ellenük. Rakant az teljesen megfojtja a tália. Senkire nem tudok ráutizni, nem tud bemenni senki. Az Dália pick köz megfojtotta a kompozíciónkat. Lehet valami másra kellett volna rámennem, mint Shenre, mikor láttam, hogy Dáliát pickelnek. Ezt feladjuk szerintem. Tehát nekem is ez az érzésem, hogy nem tudunk velük teamfightolni, de aztán lehet, hogy csak be kell menni és utána lesöpörjük őket. De úgy látom, hogy nincs nagyon lehetőségünk bemenni. Ez elég kellemetlen. Még mindig készen állnék útival bemenni, de... Én sem látom a lehetőségeket nagyon. Max azt tudtam volna elképzelni, hogy a Hecarim belefut az ellenfélbe, de nem tudom milyen gyorsan hal meg, még ha le is útizom. Unlucky. Nem tudunk semmit csinálni, a Thalia elvitt az egész wave-et, srácok. Ez nem fog működni. Ez egyetlen dolog, amit tudok Shen ultit ráhasználni a Hecarimbe. Ez... Nagyon szegény play. Gyenge play. Két tornyot buktunk boton, kapunk egy tornyot toppon. Hát végül is nem olyan rossz ez, ugye van volt Nashor és ellenfélnek. Rohangálnak a Nico jungle-nek, ez az első, amit látok egyenlőre. De valószínűleg ez egy jungle hős lesz. Ugye itt kivették a pajzsot a kitjéből. Meg az, hogy minionokká tud transformálni, ez jungle-be trükkös. Top lanerként is viszont meg lehet csinálni, tegyük fel, hogy lerómolsz bot lane-re, mint egy minion. Akkor hirtelen megleped az ellenfél bot lényét. Ba,
Talán neki, hogy pont akkor ultizotta. Oh. Jól van. Na, szerintem fel lehet adni ezt a meccset, nem látok semmi lehetőséget. Lol. Garen Balanced. Alapból jó kompozíciónk lenne, hogy a Garen-t leshutdownoljuk, szerintem biztos vagyok benne, hogy ez a Nico plusz Talia kombináció ez teljesen megfog minket. Na, ezt úgy tűnik be is rendelik. Jól van. Nem volt jó a hősem ezen a meccsen. Rossz választás volt sem. Azt hittem erősebbek leszünk. Sen Akali, Sen Hecarim kombóval. Ez elég gyenge volt. Elég gyenge volt ezen a meccsen. Lehet túl passzívak voltak a játékosok, vagy az Akari underfed lett, nem tudom. De elég gyengének éreztem a kombinációt. Minusz 27, oké. Ez Garen OTP volt? Mindjárt megnézem. Gondolom Garen következőben az volt. Gods of Kings. Garen OTP, Garen Darius, 2 trick, oké. Érdekes. Akali gyenge volt, valóban az Akali gyenge volt egyébként. De nehéz volt a dolga, mint említettem. Ezt láttuk a Dragon teamfightban is, hogy amikor megpróbáltam betauntolni az ellenfél csapatát, lerútolt a Nico taunt közben, és akkor nem tudtam már flash-elni se. De Akaliként még nehezebb a dolgod, mert hogyha megpróbálsz bemenni Talia plusz Nico ellen, akkor rögtön kapod a CC-t és meghalsz. Szoktad nézni, hányan nézik a streamet, vagy már nem nagyon szoktam nézni. Ezt látom rögtön, amikor megnyitom az OBS-t. Ki van írva a jobb felső sarokban. MSI-t mennyire követem? Eddig követtem minden meccset, most nyilván azt, ami most stream alatt megy, azt nem tudom követni. Golden Guardians nyerte az első meccset, oké. Okay. Az a baj, nehéz volt belülni az amerikai csapatoknak az erejét. Nehéz belülni. Csinálok egy Garen bent, meglátjuk mi lesz. Új itemeket láttad? Már láttam, igen. Nagyon sok változtatás érkezik. Teljesen új játék lesz majd. Gigabyte Marines, ez magyar csapat is lehetne Katival, meg Levivel. Ja, igaz. Malphite-on mit tudsz tenni lane-en egy Mordekaiser ellen? Hát, nagyjából semmit, szerintem ne a laning fázisra koncentrálja lenne. Mert majd próbálj teamfightokba erős lenni. Van egy Malphite-ben most, hogy említetted. Mi érdekessé teszi a dolgot. Szerintem végre elkerültük a Dantes nevezeti játékost. És három meccs az elég volt belőle, sajnos a stílusát én nem nagyon szeretem. Az AFK farm és passzív stílus, meg out of position akkor is rögtön kiúcsott. Ez nem tetszett. Lehet sokkal erősebbek lettünk volna az előző meccsen, hogyha a Hecarimnak nem kellett volna folyamatosan elultíznia, amikor a catchelték. Vagy ez a kombónak a lényege, hogy Shen Hecarim. Ez egy kombináció, ami neki együtt kell dolgoznia. Graves. Uff, oké, okay. Rámegyek egy köszöntére. Még meg lehet menteni a kompozíciónkat, talán. Valószínűleg nem egyébként, ez ilyen elég menthetetlen kompozíciónak tűnik, tehát ez... Doomed. Ezreal. Trash Ezreal botlane, na ilyet még nem láttam, szerintem szét fogják őket aprítani botom. Ellenfélnek Gankling junglerje, nekünk pedig farm junglünk van. Na jó, meglátjuk mi lesz ebből. Draft alapján elég rossz a helyzet. A topposok eltrollkodhatja persze. Jace. Na, hát az elég erős a kompozíciónk ellen.
nincs elég engaging. Ja, kemény lesz, nehéz meccs lesz. Gondolkodtam már rossz fappan a karriered során? Előfordult, hogy gondolkodtam rajta, de komolyabban nem. Na, nekem volt egy ilyen fázisom, főleg amikor mondjuk akkor még nem mondhatjuk, hogy karrierem közepén lettem volna, hanem tényleg csak nagyon az elején, amikor elkezdtem a játékot, akkor junglerként kezdtem például, és akkor utána swappoltam AD carry-re, utána midlaner is voltam, top laner is voltam, aztán megint midlaner voltam, megint top laner lettem, supportot meg mindig második pozícióként játszottam, tehát elég sok rálátásom volt így az összes pozícióra. De nekem anno a régi Irelia nagyon megtetszett, és ez ami miatt kikötöttem toppon. Nagyon szerettem a mechanikáját a régi Iréliának, és meg akartam tanulni, aztán ilyen Irelia one trick lettem. Este fogsz játszani a Pro Q-ban? Ma nem fogok. Aztán holnap este megnézzük majd, hogy játszok-e benne. De ma biztosan nem. Oké. Aj, az Ezreal-ingnek megakadályozták a bázisát. Sokat nem tudunk neki segíteni szerintem. Bin 369, nem hiszem, hogy a Bin lenne. Vagy az, valószínűleg nem. Legyenek vlogok, mint régen. Megnézzük majd. Végül is. Nem rossz ötlet. Ah, nagyon pusher ez a Jace. Szerintem ilyenkor belém dob egy Q betűt, ez inkább manáját pazarolja, mint hogy engem kicsánkolna. De ahogy gondolja. Ez nekem elég kellemes így, annyira nem harasszolt ki. Wave az crash-sel. Lehet próbálnak majd gankelni a rebounce-on. Mindenképpen jól játszik végül is. Eléggé nyomás alá rak. Mindenképpen jól játszik az illető. Szerintem nem gankelhető így. Túl passzív. Aha, van Marty. Lehet látni a stílusán. De amúgy se kell snowballolni, szerintem a Kassanta az egy olyan hős, amit magára kell hagyni. Persze van jó kis gank pressure sokszor. Bizonyos matchupokban. De alapból ez nem kötelező. Kassantéval. Hogy előnybe kerül. An ally has been slain.
valószínűleg egy Millie Q-ra is figyelni kell. Na most, hogy meghaltuk Graves, van információja a Chase-nek. Elviszük a minionokat, megvan a ninja tabi. És utána jöhetünk vissza lejjön. Csár van bot. Na, igazából nagy erőnyt nem tud kialakítani a Jace egyentelen. Szerintem visszatépézek. Fenntartjuk a nyomást, hogy ne kerüljek túl nagy hátrányba legalább. Van neki TP előnye. Ja, itt a Gravesünk az. Gravesünk az nagyon eszetlenül invade-el. Lehet a Jace ott van midem. Ezt minél gyorsabban be kéne pusholni. Tehát látom genkelni ezt a szakalit. Fajnatos visionjük van mindenhol. Okay. Ha, Silas megfogta, szép. Szép. Top lane genkelhető, nem hiszem. Valószínűleg bázisba ment vissza, vagy egy bokorban ül éppen. Kapott egy free killt. Valószínűleg jóval erősebb akkor nálam jelenleg. Ugye nincs elég armorom se. Ja, ennek nem lesz jó vége. Nagyon lehetőséget nem akarok neki adni. A segítség az nem fog nekem jönni, ez biztos. Egy jó darabig. A Graves is bottom van. Szerintem jobb nem lászítani, hogyha az azt jelenti, hogy... megpróbáltam. Ezt lehet kicsit mély lett ez az all-in. Flash trade-re jó volt, de amikor elflash-elt, akkor hajtni kellett volna. Ja, 1-10 az állás, ezt szerintem feladjuk 15-nél. Nagyon nem tűnik jónak ez a meccs. Elég veszett. És teljesen egymásnak esett a csapat megint. Na, le is mutolom őket. Talán egy Herald lehetőség van. Most a Jace az bázisba ment. Gyorsan bepusolom topot. Nem is TP-zük vissza, oké. Okay. Besegítek a Heraldnál. Be úgy tűnik, hogy ez megvan. Hopp! Jace-nek valószínűleg van Eclipse-je. Nagyon el van feedelve.
Viszont ilyenkor, amikor ennyire fed valaki, akkor szoktak overextendelni rendesen. Csak... ja, nincs segítség a láthatárom. Na mindegy. Akkor hagyjuk ezt a tornyot, hadd is. Amennyire csak tudtuk. Meg akartam találni a pink wardját. Még mindig nincs neki flash-je. Na, hát ugye vinni. Ugye engem. Túl gyenge a Graves, hiszen ez Surrender Fed 0-5-ös. Oké. Okay. Ah, itt ki fognak dive-olni. Majdnem meg lett a Jarvan is. Rá akartam flash-elni. Flash-en még egy másodperc volt. Majdnem, majdnem. Szerintem egy Jack Show game lesz egyébként. Újra gyors MSI-nap volt, Golden Guardians nyert 2-0-ra. Ah, unlucky. Gigabyte Marines-t mondtam, hogy nyernek. Graves megnyeri? Dehogy nyeri. Ez mindig belemegy Olinekbe, amit nem tud megnyerni. Ez nem jó. Ez így nem jó. Na, talán a Kaiser rágik, de a következő évre. Valamit tűnik. Kicsit trükkösnek kell lenni ezen a meccsen. Vagy itt comeback nem lesz, hogyha csak nem vagyunk trükkösek, akkor az biztos. Van ultim egyébként. Ki az, akivel lehet harcolni? Sylas, Ezreal. Nem látunk semmit az ellenféltől. Your turret has been destroyed. Itt le egy V2-zi őket simán.
Ezt a wave-et viszont. Ez a Grace pick ez nagyon nem jött be. Hát ez ilyen pick egyébként a Grace, hogyha valaki jó rajta, akkor nagyon erős tud lenni, de hogyha hátrányba kerülsz, ennél useless-ebb hős nincs a játékban. Olyan, mint a Nidalee kb. Hasonló funkcióval rendelkezik a Graves is, mint a Nidalee. Ez tényleg egy FF15 lesz egyébként. Én rámegyek az igenre, hogyha vótolunk. Mert 0-7-es Gravesünk van. És nincs jobb kompozíciónk. Van egy 7-1-es akaliuk is. Szerintem nagyon nehéz megnyerni. Alapból arra épült az egész játék, hogy a Graves előnybe kerül. Ha 0-7-tel indítja a meccset, akkor azt szerintem elég GG gyanús. Na, itt meg fogunk halni mindannyian. Ezt nem lehet megnyerni. Ha 5-en van az el... 5 ellenfél érkezik, akkor ezt nem lehet megnyerni. Na, feladtak jól. Már gyors meccsek vannak ma nagyon. Itt is ilyen FF15 nagy rész. Érdekes, érdekes. Vesztes sok meccset valami trükkel patra hozott solo queue verzió? Na, ezt nem lehet. Ezt nem lehetett nyerni. Két győzelem, két vereség. Okay. Ah, nem olyan rossz végül is, nem olyan rossz. De úgy tűnik, mintha több pontot vesztenék, mint amit nyerek jelenleg. Ez nem túl jó. Mindegy, ez egyébként másodlagos, hogy kinek milyen elója van. Gordrinks truck. G2 Joker, ez a Caps gondolom. Halihó, Povak. Melyik három csapat qualifyál a selejtezőből? A G2 az biztosan. BLG az biztosan. Harmadik helyen meg akkor a PSG és a Golden Guardians fog küzdeni valószínűleg. Eddig mennyi a win-lose arány? 2-2. Másodlagos a rank, akkor Challenger to Iron 4 Rush. Igen. Biztosan az lesz. Rájött, hogy a Faker Slayer nem lesz vicces, ha nyakon veri őket a T1. Lehet. Nem érezte már övének ezt a nevet. Befizetnél rá Challenger to Iron 4 Rush? Na. Szerintem félúton már bannolnák a streamert. Sőt, valószínűleg korábban is. Na, ilyen Diamond 4 körül már bannolnának, mert annyira futnám le a meccseket. Halihó, Sireven! Rég láttalak, milyen ligába játszol? Német ligába játszok most jelenleg. A Big csapatában. Majd olyan május vége körül lesz a kezdés a nyári szezonnak. Iréli ellen mit mondanál jónak? Lane-re? Gondolok itt Grandmaster Challenger-re? Az magas szint. My blade is at your service. Szából szerintem Iréli ellen valami stabilat érdemes hozni. Azt mondom, Cassanta az például nagyon stabil ellenem. Hogyha jó Fiora vagy, akkor Fiora is jó tud lenni, Jax is jó tud lenni, de ezek elég skill matchup-ok igazából. Gragas is jó tud lenni. Ez mind skill matchup. Az a baj, hogy Irelia-nak nagyon erős lénye van. Én, hogyha ki akarnék szedni egy Irelia-t, akkor valószínűleg Cassanta Poppy-t hoznék, mert ezek megfojtják teamfight-okba teljesen a hőst. Korbács 98, köszönöm szépen a 9. hónapos feliratkozást. Halihó, halihó. Gerem mindenbe jó.
Lehetséges, kérem is. Nem tudok ilyenkor swappolni az AD carry-vel, érdekes. Most meg tudok vele swappolni, de ez korábban miért nem tudtam vele swappolni? Furcsa. Swain mid, Lee jungle, ez nem lesz. Nagyon alacsony az MSI price pool, miért mennyi? De hogy bannolnának, ha nem futsz be, direkt toronyan áll, csak párszor teamfightokban nem nyomod el a képességedet, meg megállsz pár másodperc, az pont elég a fix lusszhoz, csacsi. És ilyenekért soha nem fognak kibannolni senkit. Jól van. Van benne valami egyébként, igen, de... Ki az, aki ilyen elvetemülten játszaná a játékot? Lehet, hogy Kayminnel vagy egy csapatban? Lehetséges. Q-ban volt, akkor lehet. Mert épp ő is cserélni akart mással. Á, értem. De kivel? Mert ő már belokkolta az hősét. Tehát akkor ki az, aki cserélt volna vele? Valaki alatta? A jungler próbált vele swappolni, de azokkal meg tudtam swappolni, úgyhogy ezért tartottam érdekesnek a dolgot. Ma ugye a supporttal meg a jungler tudtam swappolni, csak az AD carry-vel nem. A midesem az már belokkolta a hősét, tehát akkor ki az, akivel éppen swappolt. Ez egy jó kis Trundle mesnek tűnik, srácok. Végre megérkezett a lehetőség, hogy kipróbáljam a Trundle-t. Már alig vártam rá, hogy lehetőségem nyíljon egy Trundle-re. Végre, végre, végre. Ugye buffolták Trundle-t, már alig vártam, hogy kipróbálhassam a jó öreg Trundle pajtást. Két build lehetőségem is van. Mint kisgyerek a csokinak. De ja. Valahogy úgy. Oké, srácok, én full split push buildre megyek rá. Ez egy int Sion-nek tűnik. Ghostja is van. Ez egy int Sion. Ezt full split push build-el leaprítjuk. Úgy döntöttem. Ami azt jelenti, hogy Divine Thunderer-re megyek rá, utána Ravenous Hydra, és utána Hullbreaker. És good luck. Good luck legyőzni engem 1v1-ben. Milyen buffot kapott? Nem olyan túl nagyot igazából. Attack speed buffot kapott. 0,7 attack speedet, ami elég sok. Ilyen 10% attack speed boost, illetve manáját megnövelték 60-nal. Tehát 281 mana helyett 340-nel kezdesz. Valami hasonló. Hét századdal növelték meg? Ja, 7 századdal növelték meg. 0,6-ról 0,67-re. Na, de ilyen 10%-os növekedésnek tűnik. Mert én ezzel a 10%-kal ugye 0,67-et kaptam. Na, megnézzük, mi lesz ebből. Hát bujkál a bakorban? Na, megtaláljuk. Oké. Nem találtam meg. Conquerorrel próbálom most ki, nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb. Alapból default tempóval játszottam régen. Merre vagy, Sion, merre vagy? Na, meg vagy. Most lehet zónázni. Nem voltam Q range-ben, ezt eltrollkodtam. Na, így jár az, aki ennyire greedy-n próbál level 1-en zónázni. Egy autóattackot kihagytam és Q range-ben nem voltam benne. Rip rip.
Int Sion helyett Int Trundle lesz úgy tűnik a menün ma. Á, nem volt jó a level 1 stratégiám, le kellett volna bartolnom a Rivert. Vegyünk cipőt. Ja, veszek egy cipőt. Ez végül is nem rossz. Olyan nagy hátrány nincs, csak... szóval sok időbe fog telni, mire erősebb leszek nála. TP-jét is tartalékolta. Na, legalább a Jarvan látjuk most hol van. Valószínűleg be fog menni minionok mögé. Túl sokat nem tudok vele csinálni, ha megteszi. Max lelassítom egy kicsit. Na, ott van. Okay. Érdekes. Á, ennyire passzívan játszani. Szörnyű. De Sion az meghalt 100%. Menjek be midre, bemegyek midre. A Nautilus mid lane-ünk van, oké. Okay. Terjed a Naut. Ez nem az igazi volt. Na, jól van, futunk vissza topra. Szerintem elég időt elpazaroltunk itt. Jól van, ez a matchup most már nem lesz annyira easy innentől, az biztos. Szépen proxizni fog minionok között, a tornyok között. Vagy mégsem. Na, lehet, hogy a bázisba ment vissza. Ha vesz egy Bami Cindert, akkor nem tudok nyerni jelenleg. Mindenképpen szükségem lesz legalább Sheenre. Valószínűleg Approach Velocity-val kellett volna játszanom a matchupot. Ezt el is felejtettem, hogy mennyire erős az Approach Velocity Trundle-on. Ugye minden egyes lassítás, amit az ellenfélre ráviszel, az téged felgyorsít. Ah, elég passzívan játszasz Sion a csapot. Ki tudjuk dive-olni? Ha Lee Sin nem jön, akkor nem. Már pedig úgy tűnik, hogy nem fog. Na, ki DC-zett, oké. Micsoda időzítés kidécézni. Unlucky. Elég unlucky timing. Na, az ellenfél bot lénye itt van, oké. Okay.
Hát... Mit mondjak? Ez nem egy... nem egy rózsás meccs. Korai intelés, ez nem segített, ez biztos. Ha. Nincs listening. Szóval ez jó comeback volt nekem 1v1-ben. De... hát ez így nem játszható, hogyha nincsen junglerünk. Mindenki csak meghal. Jinx overfed. Ennek így nem lesz jó vége. Válaszak voltak a runáim szerintem. Érdemesebb... cookie plusz approach velocity-re rámenni. Nagyon OP ez a Pulse of Swiftness. OP. Nem tudom utolérni. Ezért kellett volna Approach Velocity. Azzal biztos utolérnem. Na, jó kis meccs volt ez is. Ajjajj, srácok, mi történik ma? Nagyon alacsony szint. Jó, ebben most én is eléggé rendesen benne voltam, hogy ennyire rosszul alakult a meccs. Bár... szerintem megvolt a comeback-em most. Rossz volt nagyon a kezdésem nyilván, de megvolt a comeback. Ha meg lett volna a Divine Thunderer, akkor onnantól perma prioritás. De hát kidécézett a Lee Sin. Legalább kaptunk Loss Mitigated-et. Speedrunolod a meccseket? Ja, hát elég speedrunolos megy. Valamelyik oldal mindig speedrunolja a meccset. Nem tudom, a legutóbbi három meccs az 15 perc alatt véget is ért. De ez 10 perc alatt véget ért, ez 15 perc. Ez mondjuk kicsit hosszabb volt. Ez is egy rövid volt, 15 perces. 15 perc, 24 perc, 16 perc, 9 perc, ja. Elég gáz a dolog, de hát mit lehet tenni. Ez nem vereség, hanem nyereség, ja. Nem tudom. Kell Malphite game? Na, lehetséges, hogy kell a Malphite game. Ki tudja, hogy mi kell. Szerintem itt nem azon múlik, hogy mit pikkelünk. Ez a meccs... a pikkel nem volt probléma, itt a játékkal volt probléma szerintem. Az, hogy ráflesseltem level 1-en és nem tudtam elvinni, az elég problémás volt. Tehát, ha ott a level 1-es flash-emmel ugye elviszem, akkor az... lane az teljesen máshogy nézett volna ki. De alapból iszonyatosan elrontottam a lane-t. Azért... két probléma volt, ugye nem hoztam approach velocity-t, és nem vardoltam le a folyót. Illetve most nézem, hogy ez a Sion egyébként cipővel kezdett, tehát ezért nem értem én utol. Cipővel kezdett, érdekes. My blade is at your service. Hmm.
cipőkezdést még nem láttam. Há, okosan csinálta végül is valamilyen szinten, de szerintem ezt simán le kellett volna tudnom zónázni, ha én is okosabban csinálom. Tom C. 96. Nagyon szépen köszönöm a 20. hónapos feliratkozást. Üdvözlet ismételtem. Minden szerven alacsony a színvonal, de... Ja, tudom. Mindegy, ez most én is hozzájárultam az előző meccsen, úgyhogy keményebb fókuszra van szükség a következőre. Hogy Gwent beleillik-e a mostani metába? Persze beleillik. Azon gondolkodtam, hogy alapvetően, hogyha Sion blind pick-el valaki, akkor Gwent hozol rá, az egy iszonyatosan free matchup neked. De én csak ki akartam próbálni a Trundle-t, de hát eltrollkodtam, úgyhogy ennek a meccsnek, az előző meccsnek semmi értelme nem volt, mert nem fektettem bele elég gondolatot a dologba, a meccsába. De most így utólag el tudom mondani, hogy mit kéne csinálni. Ugye Vardat rárakni a folyóban lévő bokorba, tehát ilyenkor látod, hogyha onnan érkezik, és közben megbújsz a fenti bokorban, a lane bokorban. Hogyha érkezik a folyóból, akkor szépen oda sétálsz, lezónázod. Ha átsétál rajtad, akkor 300-400 HP-ját elveszti, és akkor utána továbbra is tudod zónázni ismételten. Tehát maga a matchup arra épül, hogy level 1-en nagyon megbünteted a Sion-t, eléred a Shin Power Spike-odat, és onnantól perma prioritásod lesz. Fresh Janna Lokin, oké. Okay. Ez egy Janna top lane lesz, srácok. Janna top lane, valószínű. Na, azt mondom, én rámegyek egy Gwenre. És aztán szépen átradírozunk a team compjukon. Nézzétek meg, milyen team compjuk van. Kegyetlen. Erős team comp. Szerintem Gwen abból a szempontból. Gwen abból a szempontból nagyon erős, hogy teljesen AD carry-re épül a kompozíciójuk. De ez most nem Janna top lane lesz, akkor ezt eléggé meg tudom szívni. Most ide dobnak egy Jax top lane-t, akkor abból problémák lesznek. Reméljük, hogy ez Janna top lane lesz. Miért kellett nekem megjósolnom, hogy Jax-et fognak hozni? Miért? Miért? Oké, ez elég problémás. Ez az egyik legrosszabb matchup. Nem szoktam blind pickelni Gwent. Ez egyik oka, hogy miért nem. Jax ellen nagyon rossz a matchup. Jól van. Meg kell próbálni. Valamit. Meglátjuk, mi lesz. Szerintem el kell fogadni, hogy egy ilyen 20-30 millió a hátrányba kerülök, hogyha normálisan játsza meg. Na és még Ignite-ja is van. Az Ignite az nem feltétlenül ad neki előnyt. Sőt, az, hogy Ignite-ja van, az lehet, hogy akkor tudok játszani. Az Ignite körül. Ha megnézzük, megnézzük. Szapajk a karmával? Látod, nem hallgatsz ránk a szorakával. Hát nem. Szorakával nem hallgattam rátok. Szoraka. Igen, kompozíciónkban az a szorak az nagyon jó lett volna. Skarnerre rá lehetett volna menni. Skarner top lane, az biztos működött volna. Ez a Lunar Guardian Kha'Zix úgy néz ki, mint a Skarner szinte. Azt hiszem, ez egy Skarner a pillanatra. Neki is van egy ilyen skinje, a Guardian of Sands Skarner, ami elég hasonló ehhez. Így a portré. Jaja, mint a Trándor. A Trándor. Erős volt ez a Trándor, mi? Védeljek velük. Erősebb az ellenfel, hogyha a Jax ott van velük. Welcome to Summoner's Rift.
Ez Riftmaker vagy Road of Ages match? Vajon? Riftmaker az jónak tűnik a Jax-ellen. De a többi hős ellen elég haszontalannak érzem Riftmakert. Szerintem ebből kibekkelés lesz. Meg fog halni valószínűleg. Vagy. Ha, érdekes meccs. Jó kis. A Janna tornádó. Ne. Most a TP-met el kell használnom, hogy top lane-re visszamenjek. De. Oké. Okay. Az egyetlen előnyöm, ami a lane-ben volt, az, hogy van TP-m Ignite ellen. De most már az is elment. És egy Q-betűvel is kezdtem. Az se jó egyébként, elvel kell kezdeni. Ki tud dodge-olni a Jax-nek az E-jét. Ez egy katasztrófa. Nem hiszem, hogy bármit is tudok csinálni. Lane-en. Éreztem, hogy ott lesznek egyébként a bokorban, amikor a Janna csak úgy kisétált és elkezdte a tornádóját csorzsolni. Elég randomnak éreztem ezt a megmozdulást. Meg minimap cover nélkül játszok, tehát bármikor legusztolhat valaki. Úgyhogy alapból ez... elég rizikósnak érződött. Jack Smith. Hova? Vigyázni kell. Nem akarom beijeszteni fölöslegesen, de szerintem a Jax az ott lehet, de... így, hogy a Kindred bot oldalon van, ez itt szerintem mindegy. Hogy tűnik, hogy bázisba ment vissza a Jax? Csak nincs meg neki a Sheen, ez elég problémás lenne. Nincs meg. Kell egy push out, srácok. Oké, okay, ezt most ki tudom pusholni egyedül is. Elrontotta a Jax. Yukeru-kun, köszönöm szépen a 23. hónapos feliratkozást. Szia neked is! Mi a helyzet? Oké, okay, ezzel a push-out-tal megmentettük a lane-t. De egyébként ez early laning fázis, ez nem a nehézsége ennek a matchupnak, hanem level 6 után kezd problémás lenni. A Jax bármikor le tud orinálni. De lehetett egyébként látni, hogy így is simán outtraded bármikor. Hát jóval erősebb nálam jelenleg, de... szerencsére a wave az felém érkezik, úgyhogy... nem szabad, hogy problémás legyen. Csalok neki egy ugrást, hogyha rám akar ugrani. Akkor elég sok minion-t vesztene. Most már nem.
megvan a level 6 neki. Elgusztolok, hogy nagy király vagyom. Már elég veszélyes volt a dolog. Szerintem ki tudott volna dive-olni. Oké. És valószínűleg elment a plantért. Oké, nagyon jó. Ulti-ultiért. Semmi chunkot nem nyomott ki. Ki tudok ide pink wardolni, és tökéletes. Ha, nincsen egyébként TP-je. Nagyon sok minion-t fog veszteni. Platinget is, nagyon jó. Az öt aranyat, ezt bezsebeljük. És... szerintem így megyünk rá. Ebben a matchupban fölösleges tankosítani magadat, nem leszel tankos. Nem leszel elég tankos se. Az nagyon jónak tűnik. Há, Janna. Vigyázz a Jaxre. Új Nico elég érdekes, valóban az. Egyik meccsen láttuk. Ha. Nem akarjuk legenkelni toppot, mielőtt terádoznánk. Ez nekem egy jó ötletnek tűnik. Ez a Jax nagyon eszetlenül játszik. Nagyon agresszívan ugrál. Viszont nincsen top prioritásunk, mert nem genkelte le toppot. De a Kha'Zix-nak ez nagyon rossz volt, nem genkelte toppot előtte. Ez egy free kill lett volna. Free kill és utána mehetett volna a Herald. Egy az ellenfél fog Heraldot vinni. Herald elment. Ez a baj, hogy Ignite-a nem tudom mennyi sebzése van. És le tudnám manshotolni a 100%-ig, csak meghalok előtte, az a kérdés. Most egy level 8-as vagyok, így nem hiszem. Oké, okay, Canon-t elbukta. Ma megérte. De lassítani a wave-et. Szerencsém van, a Jax az nem annyira erős. Na, befussott még egyet. És még egy platinget elviszek, akkor meg is van a mythical item szinte. Szinte. Na jó, még. Most ha már ennyire rágrideltem erre az egészre, akkor grideljünk tovább. Oké, okay, most megvan. Innentől szerintem esélyes lesz, hogy legyőzzem. Ezt le is vardoljuk. Okay.
1-5-ös a Kai'Sam. Most szerintem vissza is TP-zek, mert annyival erősebb vagyok nála. Hogy... ezt csak úgy megtesszük. Mert ti is láttátok, hogy nagyon fontos, hogy meglegyenek a Q-stack-jaim, ugye? Ha úgy sétál fel, hogy nincsenek Q-stack-jaim, akkor könnyen le tud trade-elni. Janna mid lane nyer. Nyeréssel. Remek. Shut down. Na, ügyes ugrás volt a részére. Greedy. Rossz all-in volt. A Fidesz fresh érkezik topra, oké. Ez mennyire gyors ez a Fidesz? He? 430 movement speedje volt, de miért? 489. Nem tudom már mennyi ideje van benne ez a hőse játékban, de még mindig nem tudom, hogy mit csinál pontosan. Nem tudtam, hogy ekkora movement speed boostot kap. Na jól van, ezt megjártam. Erről szól a játék, hogy a Janna plusz Aphelios plusz Freshers gruppolnak hárman, és szétszerik az egész csapatunkat. Ez jó. Ez így fun. Nagyon élvezetesnek tűnik. Kell félni attól a Jax-től, az flashless, nincs flash-je. Flashless. Jó kis angol mix. Szia neked is, Drainixer! Te a Fidiosszal vagy level 7-es és fogalmas sincs, hogy mit csinál. Oké, okay. De hát ez ilyen hős igazából. Itt senki se tudja mit csinál, az a lényeg, hogy csinál valamit. Na, én meg most meghaltam. Mert eltrollkodtam. Figyelmetlenség. Jól van, ezzel eldobtam az egész előnyemet a toppom. Azt nem fogjuk megnyerni ezt a meccset sem. Ja, jól van, balanszt az a Aphelios egyébként. Nagyon balanszt. Mit lehet csinálni ezen a meccsen? Hát ki gondolta volna, hogy Janna mid lane-nel ekkora előnyre tesznek szert, mint amit tettek ezen a meccsen.
Ezt nem adjuk fel egyébként, most már. Elég volt ezekből a 15 perces meccsekből. Aha. De az baj, hogy dupla vardit emlikom. Most viszont meg fogjuk fogni őket. Ulti. Szép. Ó, és még asszisztot is kaptam. Oké, nagyon jó. És még flash-elt is a Phyllis. Ott a comeback srácok, ezért nem adjuk fel. Ez a meccs, ez nem nyerhetetlen, mert Gwennel vagyok. Gwen az nagyon erős az ellenfél kompjálom. Tele van immobilis hősökkel. És ők nem tudnak engem megtámadni. Elég nagy probléma persze, hogy az Aphelios 8-3-mal indítja a meccset. Meg ha Janna-nak van ulti, akkor szerintem simán. Your team has destroyed a turret. Nem hiszem, hogy ezzel meg kéne küzdeni ért. Ez nem jó. Talán túl chase-elnek minket. Karma betépézett. Nem tépem. Na jó, az 1-1-ére szerintem nem vészes. 1-1-je nem vészes. Megvan a második item is. Most szerintem Rabadonra megyek rá a harmadik itemnek. Tényleg csak AP-t kell most stackelni, minél jobb legyen a burst damage-em. Nem mehetek rá a túlélésre. Most ezt a fightet egy kicsit mázlisan éltem túl. Tehát nagyon benne volt, hogy belehalok, hogyha a freshnek a hookja ugye betalál itt a végén. Egy kicsit mázlis is volt, hogy nem talált be. De hát muszáj erre építeni. Mázlim lesz, mert... Azt, hogy ezt a meccset megnyerik, az kell egy kis mázli szerintem. Kell egy kis szerencse. Nem kaptam asszisztot, what the fuck. Pedig ott ütöttem vagy 10-szer. De igazán adhatna asszisztot a játék azért, hogyha... Még lehet, hogy nem kapott sebzést tőlem, de azért ott ütöttem kb. 5-ször. Azért... Járhatna érte assziszt. Köszönöm szépen a feliratkozást, Humfradika! Üdvözlet! Oké, sweeperre kell váltanom. Azt nem tudjuk siege-elni, úgy tűnik. Rádobok egy Vision Ward-ot a Nashorra.
Nasorozni fognak. Nasorozni fognak, tudnak. Van rajta visionünk. Elkezdték. De ezt szerintem nagyon nehéz nekik megcsinálni. Anélkül, hogy ne 50-50 legyen. Ez most smite-ja a Kha'Zix-nek. Ajjajjaj, srácok, nem volt Kha'Zix smite. Ezek lefutjuk szerintem. Jó lesz. Nem lett jó. Hát nem lehet, ez jól van. Ez nem balanszt. Őszintén szólva. Nem lehet mit csinálni ellene. Azt most talán meg lehet fogni. Én nem tudok beleavatkozni a dologba, de... Ó, gyönyörű! Jó a comeback. Kicsi kis comeback, de jó. Nehéz meccs. Összes flash-et. Ez Janna. Akkora solo kill abuse, amit zajlik, te atya úristen, ekkora solo kill abuse. Csak azért nyernek, mert autofield midlanerünk volt karmába. Bármilyen normális midlanerünk lett volna, ezt azonnal vesztik ezt a meccset, hogy Janna midlane-t játszanak. Mekkora solo kill abuse megy itt. Azt meg mondjuk nem lehetett tudni, az a Filius 8-3-mal indítja a meccset. Azt se lehetett tudni. Azt fel kell adni ezt a tornit, meg az inhibit is. Meg lehet ez még? Ja, meg lehet. Most nincs Janna ultjuk. My blade is at your service. Nem lehet meg. Nagyon gyengék vagyunk rajtam kívül mindenki gyenge. Az én hűsem meg csak ennyit tud csinálni. Négy itemre lenne szükségem, hogy levásatoljam őket. Bédájó, köszi szépen a feliratkozást, 21. hónap, szia neked is. Ez elúszott sajnos. Pike pick az nagyon use lesz ezen a meccsen. Kai'Sa pickről ne is beszéljünk. Ennyire gyenge AD carry-t régen láttam. A Karma pickről meg arról ne is beszéljünk aztán végképp. Karma pick az mindent überel. Kár.
Ja, a Kha'Zix pick is egyébként teljesen useless volt. Láttuk, hogy Janna fresh-ik van, ez egyértelmű volt, hogy ez ilyen boosting Janna strat lesz, ahol a Janna fel fogja adni a farmokat, aztán próbál gruppolni, és akkor ebbe belepikkelni Kha'Zix, Spike, meg ilyen mindenféle useless hőst. Ja, ez nem volt jó. Elég nagy draft cap volt ezen a meccsen. Van egy-egy kihívásom? Kösz szépen, Angry Birds! Neked is majd, hogyha sor kerül rá jó gémeket. További jó gémeket. Még a további, ez nem tudom, hogy meg lesz-e. Hogy ez nem volt... nem volt jó gém, az biztos. Ezt hol tudom megnézni egyébként, hogy van egy-egy kihívásom? Creator dashboardnál. Biztos, hogy meg lehet valahol nézni. Viewer rewards, itt biztos meg lehet. Másik nézetben moderátori felület, oké. Okay. Ja. Ja, itt sok minden van, igen. Review request queue, ez micsoda? 1v1 versus Chachin, na megtaláltam. Hello, Mura. Az már egy jó ideje volt, úgy tűnik. Ja, megtaláltam egyébként. Van egy olyan review requests queue. Okay. Előző meccs is lose lett, sajnos. És többire nem is tudsz, amit kinyomtam. Az lehet. Kis trükkös moderátori dolgok vannak itt a háttérben. Szabotálnak a moderátoraim. Pargasz eSport, halihó! My blade is at your service. Sohon, köszönöm szépen a feliratkozást. 36. hónap. Ejha. Szia Csacsi, végre sikerült elkapni a streamet. Sok sikert, jöhet a Teemo top. Lehet még Teemo-val is több esélyünk lenne egyébként nyerni. Most már ki tudja, hogy mi kell ide. Kösz szépen. Ah, oké, okay. Hogyha kiixelem, akkor visszakapja a pontokat. Akkor ezt egyelőre kiixelem szerintem, mert ez egy elég régi request. Aztán, hogyha Hello Mura ismét megérkezik, vagy a chaten lesz, és kihív, akkor ezt most már tudom, hogy hol lehet megnézni. Ez van, amikor noob streamerrel van dolgotok, srácok. Noob streamer. Dandomról vélemény lesz a srácból valami. Persze lehet. Van potenciál Dandomban. My blade is at your service. A nagy rész az rajtam múlik természetesen. Ó, nagyon szépen köszönöm ezeket a subgifteket. Xavetski! My blade is at your service. Kösz szépen! Little Chachi, Christian, Lindley a retkes gatya és Revu. Üdvözlet mindenkinek! Ez fent My lesz YouTube-on? blade Fent is lesz, at igen. your service.
Nagyon szépen köszi a subgifteket. My blade is at your service. Az a baj, hogy Dandon fejben nulla. Azért nem mondanám, hogy nulla lenne fejben. Ezt honnan? My blade honnan is gondolod, at your vagy honnan service. Jött ez? Streamjéből, amikor nézed, vagy? Vargas Esport! Ej, ha micsoda subgiftek My vannak itt. blade is Nagyon szépen at your köszönjük service. neked is. Ja, még egy ilyen meccset nem akarok. My blade is at Elrak your egy service. 5 éves klasszádi trial player. Kiskecske és nyakleves üdvözlet mindenkinek. My blade is at your service. Ja, egy prediction szerintem benyomhatunk erre a meccsre. My blade is at your service. My blade is at your service. Oj, ej, ha Szavecki! Mi folyik itt éppen subgiftekkel? My blade is Nagyon szépen at your köszönöm, service. Ismételtem. Sunasticus, Chucky, Mzaknik, Facein és Dr. Pázsit üdvözlet nektek is. A subklubban. Nagyon szépen köszönöm, Zavecki. My blade is at your service. Én Bruzornál szoktam inkább mentál problémákat látni a streamjén. Pedig tényleg LEC-ben lenne a helye, szerintem a tudás My alapján. Blade is at your service. Szerintem Bruzornak meg lehetne adni az esélyt valakinek. Tényleg elég stabilan. My blade is at your service. Rengeteget nyer és sokat játszik. Xavecki, nagyon szépen köszönjük a subgifteket. My blade is at your service. Poppipik, léci. Ha most egy kártuszt nem bannod. De ez van, amit nem bannolsz, rögtön jön egyébként ez a hős. Nem bannolsz kártuszt, és rögtön jön a kártusz. Fiora ellen. Kennen bannol van, oké. Okay. Poppit hozzak. Végül is, miért is ne? Hát, ha meghozza a Poppy a győzelmet. Látszik rajta még, hogy fiatal? Ja. Csacsin kívül mindenki idegbeteg lesz a játéktól, hosszú távon nem lehet ezt épésszel kibírni. Ja, hát én sem bírom egyébként épésszel. Micsoda ez Fiora midlane. Ajajajajajaj. Rúnák, rúnák, rúnák. Oké, okay. Ez gyors rúna mentés volt, megmentettük rúnákkal. Oké, okay, ez vagy GP midlane lesz? Ja, ez GP midlane lesz, jól van. Ah, megjött a Fiora OTP! Potent. Csacsi 30 éves. Á, még nem vagyok egyébként annyi. Azért ne túlozzunk már ott. Egy 10 évet letagadhatok szerintem. 20 éves vagyok. 20-as éveimben járok. Akár is jól bírja, egyszer se láttam regenerálni. Ja. Én se egyébként, akár az teljesen. Teljesen tilt proof. Soha nem láttam még Regen. Solarbaka. Ez Solarbaka? Na, micsoda nagy névvel van itt dolgunk. Hát kíváncsi leszek rá, hogy... Pff, ez megérte neki? Beface checkelni engem. Minions have spawned. Nem fogom őt beface-checkelni. Miért is? Jizukinak nincsen csapata. Hogy tetszett a Poppy játék a G2 meccsen? Végre valaki észrevette, hogy Poppy mennyire broken.
G2 az pedig iszonyatosan jól játszott ezen a meccsen. My Ugye még blade ki is is at your tájolták top service. Többször is. Vargas eSport! Nagyon szépen köszi a subgifteknek, Szemeckinek is. Mi folyik itt, srácok? Mi ez a subgiftes vonatozás? Nagyon szépen köszönöm. My blade is at your service. My blade is at your service. Lehet rám akar majd fessen. My blade is at your service. Micsoda vonatok vannak itt. Nagyon szépen köszönöm a subgifteket. My blade is at your service. My blade is at your service. Ha, gondoltam, hogy aktiválni fogja a dupla V-jét. My blade is at your service. Aha, letradeltelek. Na, itt az idő átvenni a dominanciát a lane-ben. My blade is at your service. Nagyon szépen köszönöm a subgifteket, üdvözlet mindenkinek. My blade is at your service. You have been slain. Ha, Karthus elvitte a wave-et. Fiorel is fessett, Karthus exhaustolt. Nem rossz, nem rossz. Ott van egyébként Karthus midlane környékén. Hogyha ennyire gyors volt a Karthus? Nézzétek meg a clearjét, 31 farm, Kha'Zixnak meg csak 24, mondjuk Kha'Zix gankelt egyszer midre, úgy tűnik. Ah, oké. Akkor never mind. Oké, okay. Ezt a Fiorát nagyon büntetjük. Nem tudom, szerintem mentális blokkja van egyébként potentnek most már. Annyiszor játszottam ezt a matchupot ellene. És eddig nem nagyon nyerte. Már mentális blokkja van szerintem Poppy ellen. Oh, Kha'Zix! Jönni fogsz dive-olni? Ezt nagy örömmel hallom. Mert elég dive-olható is az ellenfél valóban. Gyönyörű. Ez elég easy dive volt. Ez könnyebb volt a dive, mint gondoltam volna, de van TP egyébként, úgyhogy túl sokat nem fog érni. Pirelli mentális blokk, aki kéne wardolnom egyébként, mert Karthus bármikor genkelhet megint. Na, nem úgy tűnik, hogy Kha'Zix jönni akarna. Mountain Wolf. Na, ezt benéztük. De egyébként Poppy egyébként szerintem maga a hős, ezt nem balanszt. Én is, amikor Poppy ellene játszok, akkor fogalmam sincs, hogy hogyan kell Poppy ellen játszani. Ez a hős, ez túl erős. My blade is at your service. Ah, túljátszottam.
Te közel volt hozzá nyelvigyem a fiorát. Te közel volt. Oly közel és oly távol. Vargas Esport ismételten subgift Mr. Medvignek, köszönöm szépen. Illetve Kimi no Nawa. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nem volt manám az ultira. Vagy volt manám? Úgy vettem észre, hogy nem volt manám. De aztán lehet, hogy pont elég mana összejött hozzá. Nem tudom, de ez a Karthus Q-dodge-olgatás ez eléggé elvette a fókuszom nagy részét. Utána próbáltam még a fiorát elvinni. Hát mindegy, megpróbáltuk igazából. GPU-t is kijött. Annyira nem rossz. Talán. Nyilván nem jó, elég sokat vesztettem, de nem mintha ingyen lett volna ez a dive. Kazix elég sokat elvittem pálya másik oldalon. Van Karthus ulti. Karthus ulti az olyan túl sokat nem fog ellenünk csinálni. Ezt a fiorát viszont lehet még én is meg tudom fogni most. Kevés HP-ja van nagyon. Kár. Kár, kár. De fed a Karthus 82 farmja van. Ezt chaselem ezt a fiorát. Valahol itt recall-ol. Skidive-oljuk azt a GP-t. Rakán megmentett. Top lane ez nem valami jól áll egyébként. Micsoda mentés a Rakántól.
A Solar Bakát eléggé kiszedtük a játékból, srácok. Level 6 Hype Train. Nagyon szépen köszönöm. Ilyen se volt még szerintem Level 6 Hype Train. Axel Xiver, kösz szépen a cheert. Hello neked is. Elég sokat vesztettem egyébként. De még hogyha ez így is van, akkor sem szabad azt mondani a csapatnak, hogy sokat vesztettem. Fenn kell tartania. Fenn kell tartani a látszatot. Mérjön kárt szúrni megint. Most nem fog tudni rikolni egy évig. Oké, most lehet rikol. Oké, Solar Baka ismét meghal. Nem, túléli. De kijött a GPU-t ismételtem. Hát, óriási hátrány van egyébként 0-4-es jelenleg. Jizuke. Jajaja. Poppit azt nem kell félteni, srácok, ez a hős is nagyon broken jelenleg. Kennen Poppy szerintem a legbrokenebb top lanerek. Kassante. Ja. Kennen Poppy Kassante. Tényleg ma én is játszottam Poppy ellen, és annyira nehéz ez a hős ellen játszani. Ez brutális. Én utálok egyébként Poppy ellen játszani. Imádok Poppy-val játszani, de ugyanakkor utálok ellen játszani. Érdekes. Szépen megvárjuk, amíg még több miniont veszít. Szerintem igazából ezt rá se pusholom, mert Fioráról beszélünk, ez a hős, ezt nem tud semmi más csinálni, csak split pusholni. Mi lesz akkor, ha elkezd gruppolni egy Fiora? Tehát senki nem fog megijedni. Ah, oh, hello! Ez nagyon unfair egyébként, ami itt zajlik toppon. Most már én sajnálom szegényt, mert tényleg semmit nem lehet csinálni Poppy ellen. Úgy tűnik a Poppy meghozta a győzelmet. Ezt nem fogjuk elveszteni már. Hát, ja, ez a meccs, szerintem ezt már nem lehet elveszteni. Hatalmas az előny. És Kha'Zix ráadásul az jó is a kompjuk ellen. Tehát ezen a meccsen a Kha'Zix az nagyon erős az ellenfél hősei ellen. Mi ez? Megint egy 15 perces meccs. Te atya úristen. Nincsenek normális meccsek ma. GG. Minden meccs az egy gyors meccs. A Kha'Zix az nagyon jó volt. Én onnan tudom, hogy a Kha'Zix nagyon jó volt, mert ő látta a top lane dive-ot. Én ezeket be se szoktam már pingelni, mert nem szokták a junglerek sose követni. Viszont a Kha'Zix bepingelte, hogy oké, okay, ő jön top lane dive-ra. Szerintem ott lehetett látni, hogy ez egy nagyon jó játékos, Kha'Zix.
mert ezek a junglerek, akik ezeket a lehetőséget észreveszik, ez természetesen ők nagyon jók. Atyaik, ha meglátom, hogy fiorát pikkelnek ellenem, akkor már sírok, így kellene ellene poppizni. Ja, hát ez most nem volt a legkellemesebb meccs számára szerintem. De hogyha nekem tippet kéne adnom a Fiora Poppy meccsápról, akkor azt mondanám, hogy nyugalom. Tehát nyugodtnak kell lenni. Ha Fiora ellen játszol, nagyon fontos, hogy figyeld meg, hogy mik a tendenciái. Mert vannak Fiorák, akik Q-W-t használnak egyszerre, és ha ilyenkor leblokkolnád W-vel, akkor lesztánolna téged. Ez egyik legtrükkösebb része a matchupnak. És ezért én sose használom W-t eleinte, hanem szépen várok. Megnézem, hogy a Fiorák mit csinálnak. Ugye láttátok ezen a meccsen is. Akkor a Fiorának kevés HP-ja volt nekem is, én level 2-n volt, ha jól emlékszem. És ott előre ugrott W-vel. Én pedig még a passzívot se dobtam rá, mert tudtam, hogy valószínűleg ezt meg fogja csinálni. És mivel nem dobtam rá a passzívot, se onnantól nagyon letrédeltem. Tehát ez egy elég fontos matchup mechanika, de szerintem ezt lehetett látni a level 7-től már esélye sincs a Fiorának, hogyha előnybe kerülsz Poppyként. Nemesis volt az enemy AD carry? Azt nem tudom. Mi a Nemesisnek a neve? És már annyi játékos meg streamer érkezett ide OS-ra, hogy ezt már nem lehet tudni. Én már nem látom át egyáltalán. De Inescapable valóban az Nemesis, most hogy mondod. Ha jól emlékszem, ő Nemesis. Ja, midlane main. Akkor az ő volt, igen. De magasra felment. Elég magas elója lett neki megint. Jó, hát Nemesis az mindig is nagyon jó játékos volt. Szerintem csak poppiznot kéne, ami megy, az megy, nem kell válogatni amúgy is a te hősöt. Ja, persze. Azért ez nem így működik kompetitív szinten, hogy egy OTP vagy. Poppy vagy Kennen? Two trick, két hős. Mostanában kapott valami buffot Poppy, ami azt jelenti, hogy kapott is buffot, de nem olyan nagy mértékűt. Eddig is nagyon erős volt Poppy. De most, hogy buffot kapott, így többen is felfigyeltek rá. Tehát... az egyik MSI csapatnak az edzője is kérdezett engem Poppy matchupokról, tehát biztos vagyok benne, hogy ott ők is játsszák. Poppit mivel lehet megverni? Kennen GP Rumble, szerintem ezek a legrosszabb matchupok számára. Kennen GP Rumble. Sokan gondolják, hogy ilyen Darius vagy valami hasonló jó, de szerintem azok nem jók. Mert Poppinak a Q betűje ez nagyon jó az ilyen all-in hősök ellen. Darius megpróbál ráfutni, akkor Q betűvel le tudod lassítani. Hogyha pedig Ghost-tal rátfut, akkor valószínűleg el tudod ultizni, vagy el tudsz elbetűzni egy minionhoz. W-vel ki tudod dodge-olni a Q-ját sokszor. Van elég sok ilyen kis trükk a matchupban. Mordekaiser? Nem hangzik annyira jónak az a Mordekaiser nekem. Elég gyanúsan bait pick Poppy ellen, Mordekaiser. Ugyanakkor nem láttam Mordekaisert már egy jó ideje, úgyhogy nehéz megmondani. De én személy szerint a legnehezebbnek a Kennent meg a Rumble-t találom. A GP az is nehéz, de most, hogy nerfelték a GP-t egyszerre többször is. Kicsit gyengébb lett. Na, megkapom a last picket, köszönöm szépen. Egy Kassanta meccset benyomunk szerintem így a végére. Malphite-ot bannolták. Hozzak Rumble-t? Rumble ezek a hősök ellen nem jó. 100% hogy nem hozok Rumble-t. Max, hogyha nagyon jó a matchup, amikor GP top érkezik, akkor behozom a Rumble-t, de alapból ezek a hősök ellen, és ha még extra mobilitást beleadnak, akkor a Rumble az nem jó.
Kassante az jónak tűnik, mert elég jó outplay potenciálod van mind a három hős ellen. Nautilus az useless ellened, tehát ez még egy plusz. Kragas top lesz. Hozzak GP-t. Poppy az hatalmas Phoebe-n lenne, de most nem hozunk Poppy-t még egyszer. Ezt megpróbáljuk lehozni egy Cassante-val szerintem. Ez jónak tűnik. Second wind unflinching. Oké. Okay. MP ultiát is le lehet védeni Poppyval? Ki az MP? MP Malphite? Hogyha Malphite-ra gondolsz, akkor nem, mert ugye Malphite unstoppable az ultia közben. Megállíthatatlan. Jizuke ellen leszek toppom. Van olyan matchup, amiben az Ignite-ot preferálod, Cassante-ként vagy Poppy-ként? Alapból nem preferálom az Ignite-ot, főleg most ugye a következő patch-en jönnek ezek a változtatások, hogy a 10. perccel lehet majd TP-zni. Szerintem az Ignite az ezzel elég nagy nerfet fog kapni. De hogyha általánosságban kérdezed, hogy mi az a matchup, amiben Ignite-ot preferálok, akkor az olyan matchupokban érdemes Ignite-ot hozni, ahol prioritást kapsz az Ignite miatt. Tegyük fel, hogyha nem hozol Ignite-et, akkor nem kapsz prioritást, ha Ignite-et hozol, akkor prioritást kapsz. Tehát ilyenkor lehet jó az Ignite-et hozni. Illetve olyan matchupokban, ahol nagyon nagy az 1v1 kill threat-et. Tehát jóval erősebb vagy az ellenfél hősénél. Például egy Jax Olaf ellen. Tehát ez például egy ilyen nagyon kiélezett matchup-ból az Ignite különbséget tehet, meg prioritást fog adni neked. Küldöztek engem. Szerintem Wardort valahova a Yumi. Tehát ide. 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 Vagy ide. Azok közül az egyik szerintem. Valószínűleg Lee is le kell a Rengárnak, mert kicsit tartok attól, hogy late invade-elik. Rámegyünk a biztosra. Nautilus top lane is működött egyébként valószínűleg. Régen kísérletezgettem vele még a buffok előtt. Nem éreztem gyengének a Nautilus topot, de mid lane-en abból a szempontból erősebb, hogy a prioritást jobban ki tudod használni. Két ledaráltuk szerintem. Eléggé rosszul gondolta, hogyha Cassante ellen level 1-en megpróbál küzdködni. Most nem volt jó tőlem. Jó lett volna, hogyha már aktíva. Az E betűm is. De nem volt még fenn az E. Na hát Gragaszt azért egyébként elég nehéz büntetni. Maga a hős az nagyon stabil. Meghalt. Remélhetőleg. Ez csak elviszi a Rengárt. Még a Nautilus is itt van.
Mondd neki. Ja, Rengar. Sajnos nem a legusefulabb genrek közé tartozik. Eleinte. Kell neki egy kis scaling, aztán iszonyatosan erős lesz. Gragas mióta nem használ manát? Jó kérdés. Gragasnak sos nincsenek mana problémái. GP a mostani metában inkább topon vagy miden jó? Egyik se nagyon. Szerintem túl gyenge jelenleg a GP. Tényleg olyan, mint nem használna manát a Gragas. Szerintem fölösleges egyébként vele tradelnem, mert Rengar junglerem van. Ezt lehetett látni, hogy még egy ilyen Gragas tudott megölni, aki előre flash-elt, nem volt manája, se HP-ja. Rengártól sokat nem lehet elvárni. És tradelésekkel csak én nyitom meg a lehetőséget az ellenfélnek, hogy gankeljen. Ha belehal a Syndra a Gragas gangbe, akkor nem tudom, mit mondok. Ezután. Már többször is kipingeltem, hogy ott lehet a Gragas. Csak nem halunk bele a genkébe. Meg ugye flash-e sincsen, hogyha megölik a Syndrát, az nagyon meglepő lenne. Oké, túlélte. Megölték, viszont... Meg tudnám akadályozni, hogy a Gragas visszatérjen a lane-re. Nem tudtam elakadályozni. Try. Most miért pingeli szegény Syndra? Mit vétett ez a szegény Syndra? Mögöttem a Rengard olyan, mintha ott se lenne igazából. Recallozok, mert szerintem van TP-je. Oké. Maradt. Érdekes. Érdekes döntés. Szerintem jó nekünk, hogy maradt egyébként. Én megkaptam a free recallomat. És a Minion Wave-et nem fogom elbukni. Itt számomra ez összességében jó. Jó sok farmtól esik el a Gragas, ja. Tovább creeder a toronyra, oké. Okay. Most egy platinget elvisz, ez nem olyan vészes. Meg kell akadályozni a recallját.
Nem rikólol. Na, én most genkeletetlen vagyok. Nautilus rám genkel, az nem probléma. Nem tudom, hogy van-e TP. Van neki TP. Ugye említettem korábban is, hogy volt TP. Nincs neki? Oké. Okay. Úgy tűnik, hogy nincs TP. Akkor két platinget hozunk. Ugye ez így szokott alakulni. Vitt az ellenfél egy platinget. Utána az én wave-en pusholt, én vittem kettőt. Ez folyamatosan ide-oda szokott ingázni, hogy ki mennyi platinget visz. Kell TP-znem? Ja, TP-zek. Nem hiszem, hogy kellene, de nem árt. Az, hogy leultizott, valószínűleg be akar romolni midre. Nekem kéne bevédeni a mid tornyot. Oh, Kragas TP. Oké, bevédem a mid tornyot. Ez a Nautilus mid lane, ez nagyon unfair. Jönni fog menni potra dive-olni. Én is elindulok utána. Ez elég int szerintem az ellenféltől. Ja, elég nagy int volt. Akartam neki segíteni. Úgy érzed, hogy Cassanti-nak kevés impactja van a game-re? Pedig elég nagy impactja van szerintem. Azért tartom erősnek, mert iszonyatosan stabil a laning fázisa. Teamfightokban pedig nagyon erős vagy szintén. Ha pedig kicsit megszaladsz, akkor... akkor meg megállíthatatlanná is tudsz válni sokszor. Oké. Your turret has been destroyed. Mitől kéne nekem félnem egyébként? Van itt, ami félelmet kelt egy full tank a Santé-nak? Szerintem nincsen.
dodzsolgatás megy. Kinek fog elfogyni a manája előbb? Úgy tűnik én leszek az. Mondjuk nekem van egy képességem, amivel viszont hirtelen az összes mana problémám megszűnik. Hoppá. Most viszont kibekkelek. Rágriderünk a toronyra, látunk mindenkit botom. Ja, Kassanta ellen vigyázni kell trédelgetéssel. Egyébként 15 manába kerül a Q betűm, ez egy vicc szerintem. Továbbra is. Na, én viszont most nagyon erős leszek ezen a meccsen. Szerintem az ellenfél kompozíció az iszonyatosan rossz tankölésre. A Fierce egyetlen, aki valamit tud csinálni ellenem később. Az én hősöm az nagyon jól szkélel ezen a meccsen. Gyönyörű. Gyönyörű srácok, gyönyörű. Két mana nélküli hős összecsapott. Tehát olyan, mintha nem lenne szüksége manára se a Kassantének, se a Gragasnak, mert egyik se fogy ki manában. Sose. Mi történt? Nem nagyon fogtam fel, hogy miért nem tudtuk elvinni. Valamit Syndra misplayelt. Nagyon lehetséges. Rengárunk az egy elég tiltelős játékos, hogyha ilyesmi miatt. Ilyesmi miatt már fel akarja adni a meccset. Jó lenne botlane-re letépézni, de tartok tőle, hogy... letépézzük. Aha, ott is a csár van. Oké. Zafirius, ez nem egy balanszt hős. Beghostolt és szépen nem lehetett vele mit kezdeni. Mindkét summonerét elhasználta. Hát brutális, ezt nem gondoltam, hogy így jövünk ki ebből a playból. Annyira jó playnek tűnt. Betépézni mögéjük. Nem gondoltam, hogy egy Zafirius nem lehet megölni. Immobilis hős, de tűnik, hogyha van neki. Van neki ghostja meg flashja, akkor nem lehet megölni. Na mindegy, most kiszedtük mindkettőt legalább. Tovább harcolunk, oké. Elindulok, de szerintem itt csak ki kéne bekkelni. Nem indulok el. Ez csak ez öngyilkosság, amit itt csinálunk. Teljes öngyilkosság. Na, valahogy megfogták mégiscsak, oké. Ezreal OP. Ezreal OP! Abedage! Abedakinek az Ezreal és rácok. Hát ez nem fogja megfogni. Oké, nem szóltam semmit. Ez egy Ezreal mester.
Gyönyörű. Mi a következő objektív? Egy perc na sor. Na hát Kragas és Cassandra az... Szerintem elég nagy különbség van a két hős között, hogy tank Kragaszt építesz, akkor az elég gyenge szerintem. Az én hősöm az sokkal erősebb az övénél. Nem láttam-e még jó Ezreal player-t? Ritkaság, ritkaság, hogy Ezreal-nek nagy impactje lenne. Ez Nautilus TP lesz. Ezt buildelik rá, Even Shroudot szoktak rá építeni. Szerintem Solo Q-ra iszonyat se a rossz build. Már nem azért. Ez egy support build. Ez szerintem egy kompetitív build, nem egy Solo Q build. Én nem akarnám, hogy a Nautilusom egy Even Shroud-dal szaladgáljon. Bárhova is. De elég trollnak hangzik. Hát visszamegyek topra egyébként. Ez a sárkány ez megvan. Nem hiszem, hogy szükség lenne rá, hogy én is ott legyek. Kragaszt megfogjuk. Ha ráhasználja a képességeit a következő wave-re, akkor szerintem meg tudjuk. Ultit nem szabad ilyenkor használni. Ha vagy free kill van, akkor azt el kell ulti nélkül vinni. A bedaga túléli. Oké, okay, Abedage. Brutális. A mid lane main lehozza a meccset. Ennyire brutálisan. Nem, hát az ilyen old school midlanerek, mint Abedage azért játszottak elég sok Ezreal midet valamikor. Benne van a vérükben. Ugye elvették a kérdőjeljelet, nem látott ellenfelek. Micsoda? Nem látható ellenfelek profil. Oké, okay, most... Na. Most kicsit trollkodok szerintem. Megvédjük AB-t. Az ellenfél trollkodott valami. Az mit jelent? A jelet a nem látható ellenfelek profil képe mellől elvették. Hogy itt volt egy ilyen jel. Oké. Okay. Én észre se vettem. Akkor ezek szerint engem nem túlságosan zavart a dolog. Életnek. Kéne jönnie. Veszek egy stoppercsot, mert
Szerintem itt megölhetetlen vagyok szinte. De tegyük fel, hogy elkecselnek valahogy nagyon. Akkor az a stopwatch az lehet, hogy különbséget fog tenni. Sheen ebben a buildbe bele tud férni, nem. De amúgy nincs szükséged egyébként Sheenre köszöntéval. Elég nagy sebzésed van így is. Sebzésed nagy része az nem feltétlenül a Sheenből jön. Követem ezt a karmát, hát talál valamit. Na, csináljunk egy playt az Aphelios-ra. Rengár nem nagyon akart jelen lenni a harcokba, de nem baj az, se baj. Ah, milyen menőn nézett ki ez a arany kaszante, vagy dobja a kubetűjét éppen. Három és fél órányi streamer kényeztettél minket, Csacsi, valóban. De ez volt most az utolsó meccs. Úgyhogy örülök is neki, hogy egy győzelemmel zártuk. Jó kis győzelemmel zártuk. Na és Blurzor pont streamel valószínűleg majd Champions Q-t is fog játszani. Bár nem vagyok benne biztos. Úgyhogy berédeljük majd Blurzort. Na mi lett a mai mérleg összességében? Szerintem ugyanannyi győzelem, ugyanannyi vereség, vagy talán egyel több győzelem. Itt kezdtük, 1-2, 2-4, 4-4. Ja, teljesen kiegyenlítődött, 4-4. Jól van, nem olyan rossz, az behoztuk itt a végén, Cassante Poppival. Megmentettük, amit menteni kellett. Na jól van, akkor mára ennyi volt. Legközelebb találkozunk, és az legközelebb az szerintem egész hamar lesz. Holnap után, hétvégén valami hasonló lesz. Úgyhogy majd akkor legközelebb találkozunk. Addig is további szép estét. Szavecki nagyon szépen köszi a subgifteket. Úgyhogy... Na meg persze Vargas eSportnak is. További szép estét mindenkinek, aztán legközelebb találkozunk. Blurzort meg rédeljük be gyorsan előtte. Adjunk neki egy kis szeretetet, hogyha már oly közel voltak ismételten az EU Masters, az EMEA Masters győzelemhez. Na sziasztok, aki játszik, annak meg további szép játékot. Ciao, ciao.